Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mindjárt kezdünk felirat már fut, ami azt jelenti, hogy én és a vendégem is, hát vagy műsorvezető társam, Dani és itt van már a stúdióban, körülbelül 10 másodperc is kezdünk. Ha valaki élőben itt van velünk, köszönjük szépen a figyelmet, csetet nézem, tehát ha valaki hozzá szeretne szólni a chatben nyugodtan, vagy hogyha ezt utólag nézitek, hallgatjátok, a komment szekció ott lesz vélemény kifejtése. Mindjárt kezdünk! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, és a Rádió oren stúdiójában üdvözölhetem Rúsa Dániát. Szia Dani, üdvözöllek itt a stúdióban. Szia Attila, én is üdvözöllek téged. És jó, hogy itt vagyunk újra a stúdióban. Igen, igen, igen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki az online készült felvételket is megnézte, meghallgatta előre, és hogy utólag is elnézést, hogy azoknak a minősége nem olyan szintű, mint egy stúdióban, de hát ez azért megpróbáltunk mindent megtenni, de annak a minősége. Szerintem a, a maga a műsor tartalmaz jó, de hát a minőségről is 2023-ban azért adni kell szóval vagy ilyen stúdióban azért sokkal jobb a minőségű lesz. Azoknak az adásoknak a linkjét majd mindjárt bemásolom a chatbe, meg a videó leírásában is benne. Tehát, ha valakit érdekel a Black Mirror és az általunk kivesézett eddigi korábbi kettő rész, kettő, kettő rész, meg egy általánosságban kiveséző, kibeszélő rész volt, ez most már akkor a harmadik, negyedik rész, és, és akkor nem is akarom tovább húzni, vagy te mennyire vártad ezt a kibeszélőt, milyen érzés most is személyesen és nem online megcsinálni az adást? Hát Attila, tudod, hogy ezt megbeszéltük direkt, hogy nem véletlen, hogy most vesszük fel, és az, hogy ennyi idő eltelt a legutóbbi adásunk, közös adásunk óta, ugye hát te időközben a, a aktuális egy másik youtuberrel mentél tovább, hát másik, egy youtuberrel én nem vagyok az, Szóval, Ma van Youtube csatornád ö, amúgy, de akár mindenki Youtuber volt. Jó, ja, nekem is van Youtube csatornám, de nem, nem számítok ö, mondjuk így videobloggernek, na mondjuk így. Tartalomgyártónak, szóval, de jó, csak hogy kötözködje. Jó, van, jó, kötözködj. <laughs> szóval ö, én külön kértem, hogy ennél az adásnál legyünk stúdióban. Ennek például az is oka volt, hogy én megpróbáltam mondjuk autóban hallgatni, visszahallgatni a saját adásainkat és azt éreztem, hogy nem mindig érthető. Az egyébként, hogy ezt tegyük hozzá, hogy ez nem csak a minőségnek az oka, legyen egy ennyi önreflexió, nekem van azért egy beszédhibám, ezt jó néhányan azért hallhatják, e, hagyd nem hajde. Száz, százalékos azért. Nem véletlenül, hogy nem uh, Youtube-on vagy videócsatornán blogolok én, hanem én inkább írok. De Megfotoz, ez a téma... Megfotozom. Hát megfotózok, igen, meg eseményeket szervezek, ott nem feltétlenül jelent ez problémát, hogy valaki ak meg akar érteni, akkor akkor meg tud érteni. Tehát egyébként á, most komolyabb lesz ugyan a téma, de áldozhatunk így ennek, hogyha valak ha akarunk point falagni belőle, akkor így néha mondom, hogy kegyetlen kis latol, és akkor így ez is lehet nevetni. De lehet könnyebbség is ez valakinek, hogy a megfelelő betűket behelyettesíti ott, -e ahol nem ért, és akkor, akkor vagyunk. Amúgy nem, hogy kijavította volna, ez már amúgy volt egy általános kibeszélőnk, és már három részt kibeszéltünk. Tehát az első. Na, nekem is régen volt, régen volt, Attila, hogy találkoztunk. Tehát, már sok jó nem rész van, van, tehát akár az összes rész ki lehetne beszélni. Sőt. sőt eszembe is jutott, ha már egy mondanost. most legyen az elején akkor ilyen lazább, hogy hú, fáj a szívem azért, hogy egy részt nem beszélünk ki, tehát hogy így, jönnek, jönnek, elő bennem is ezek a gondolatok, hogy van az egész Black nagyon sok ilyen központi témája, amit sokszor elővesz és egyikről nem beszélünk. De mindegy, ezt az adás után megtárgyaljuk, hogy akarunk-e még adásokat, vagy, vagy mi lesz itt a jövője ennek. Hát ugye az adás előtt, ugye akkor még nem kapcsoltuk be a kamerákat, beszéltünk az ominózus első részről, amit sokan szoktak mondani, tehát a első év, vagy első részről, ne azzal kezdjék az emberek, meg mi egymást, de amúgy az is egy nagyon-nagyon erős rész, szóval Akár az is megérne, szóval... Megérne, sőt, ö, ö, szeretnék felhívni is rá a figyelmet, hogy annak kell lennie, hogy azt mondtuk, hogy ne azzal kezdjék, nézzétek meg. Jó? Tehát ezt ne hagyjátok ki azt a részt, mert nagyon fontos mondani, valója van. Én ezt nem én mi is tőlünk is elhangzott, erre mert nem emlékszek, hogy tényleg ne azzal kezdjék az emberek. De elhangzott, igen. Amúgy akkor jó, hogy elhangzott, mert szerintem se az, a, azzal jó belépni ebbe, ebbe az univerzumba, ebbe a meta univerzumba, de hogy most itt beszéltünk adás előtt, meg van némi, mondjuk a részek között azért van át, átfedés, kapcsolódás, gondolatbeli hasonlóságok, és annak az adásnak is, vagy annak a, a, résznek is, hogy annyit mondjuk, hogy hát ott megszivatja a, a fő gonosz, a politikust, és akkor maradjunk ennyibe, és a mai adásban is azért a, a főszereplőink szívnak, és hát, hogy ebben milyen kár öröm, vagy milyen, milyen motiváció van, hát majd akkor ezt ki fogjuk beszélni ebbe az adásban. Pofa, be is táncolja, Attila. Na most ugye hát hallgatósnak azért rájuk el, hogy nem az van, hogy én most leszóltam Attilát, ez a rész címe, az Attila nélkül. ez a rész címe, hogy pofa be és táncolj. E, hát, Ami nem, sokat sejtett amúgy. Nem úgy mondja meg annyira pontosan, hogy mi lesz. Tehát én ezt így elolvasom, akkor azért szerinte, még nem tudok szerinte semmit. Szerintem az tehát így, így valaki Utólag? Az igen, igen. Jó, hát mondjuk, hogy őszintén, én amikor néztem a Black mirror nem foglalkoztam hogy mi a címmel. Csak egy daráltam, néztem, mert érdekel. De igen, amúgy... hát, úgy tudtam meg a címet, hogy föl, földobtatod, amikor megy, így fut, és akkor kidobja, és bemondják magyarul, vagy a felirat kiírja. Tehát, hogy én sem néztem így jó előre meg, hogy na majd a következőnek mi lesz a címe. De hát ez nem feltétlenül a probléma. szóval akkor vágjunk is bele, hogy mégis mi várható itt. Hát, ha már emlegettük itt a korábbi részeket, és már egy pár Black Mirror adáson túl vagyunk, egyrészt mi is, másrészt, hogyha valaki esetleg sorrendben nézte, akkor itt azért a harmadik évad, harmadik epizód, ugye? Jó, ja, mondod. Szóval a harmadik évad, harmadik epizód, tehát összesen kilenc résznél vagyunk. Az ember gondolhatná azt, hogy itt most már nem tudnak nagyon minket meglepni. Hát láttunk Láttunk itt, hát nem tudom, mennyire spoiler ezek, hogy. <laughs> Megszívhatod... ezek, ezek kibeszélünk Jó, szóval. hát akkor lát? Láttunk disznóval közös, a politikust, láttunk um, agyi láttuk azt, hogy uh, létnársót gyártanak egy, uh, egy büntetésvégrehajtási rendszerből. Szóval, hogy, hát most akkor meg tudnak még minket lepni? Jelzem, igen, <laughs> meg tudnak minket lepni. És hát, ha már említettem ezt a létnársót, mi is beszéltünk ugye a Fehér Medve epizódról, van itt egy hasonlóság ez és az aktuális epizód között, amikor pedig a tekintetben, hogy itt is van egyfajta fordulat. Viszont a különbség az az, hogy míg a Fehér Medve című epizódnál nem, tehát az volt az érzésünk végig, hogy majd lesz itt egy csattanó. Lesz itt egy nagy fordulat, ami szólni fog, és az előtte levő rész az csak izgalmas, de hogy csúnyán hangozhat, hogy azt mondom, hogy nem tartalmas, de hogy az, hogy menekülnek az erdőben, meg Hát ott, ott kíváncsi voltál, hogy na, akkor itt most apokalipszis, valami vírus, vagy mi történhetett? É, igen, igen, ott hogy persze kíváncsiak voltunk el, de aktuálban azt hittük, hogy mi nem vagyunk a témánál, hanem majd a végén derül ki. Itt viszont sokkal nagyobbat húzott az alkotótás, mert kvázi ennek a gumicsontnak, hogy itt az elején altatnak minket, valódi témát választott. Tehát, hogy így nem gondoljuk, hogy nekünk itt csattanó kell legyen a végén, legalábbis elég, meglehetősen sokáig. De hát akkor vázoljuk is, hogy mi az alapfelelása ennek a sztorinak. Hát sokan valószínűleg voltak hasonló helyzetben, mert mindenki valószínűleg megpróbálták feltörni az e-mailjét, és valakik sikerült feltörni az e-mailjét, pedig konkrétan én kaptam ö, olyan e-mailt, hogy hello, tudjuk a jelszavadat. És amúgy tudták a jelszavadat, mert valahol valami könyvtárba, kölcsönzőbe valahol megadtam egy, az e-mail címemet, és annak a jelszava nagyban hajazott a akkori, annak a e-mail címemnek a a jelszava az lehet, közben már változtattam, és hát akkor így elkezdtem így izzadni, hú, bakker, ezek így, és tényleg egy szekciója, egy része a mostani e-mail jelszavamnak az volt, hogy hú, ha ezt feltörnék, meg megtörténne az, nem tölne össze a világ, de hát nagyon nagy kellemetlenség. adatok, adatok iratok, fotók, rengeteg minden. Hát illa személyes dolog benne van. Én pontosan ugyanazt az üzenetet is kaptam, mint a főszereplőink. Pontosan ugyanazt az üzenetet is kaptam már. Na, akkor a, van, autentikus, autentikus lesz majd a dolog. Nézd, a, a sztori az viszonylag alap, van egy fiatal srác. Ez neked mi volt? Tehát, vagy akar, Ö, ki fog dejönni, mert ugye a részben is az van, tehát én azért gondoltam, hogy egyszerűen elmegyünk, mert pontosan, Lakja pontosan neki. ugyanazt az e kaptam meg, tehát vagy így gyakorlatilag semmit nem kell átírni benne. Legfeljebb annyi, hogy uh, látszott, hogy ilyen fordítós, tehát hogy valószínűleg, hogy ilyen berakták Google fordítót, az angol, angol valamit, és így ennyi. Tehát, hogy meg nem volt, ott bizonyítékként, mind a, a srácnál, az, hogy ezt. Na, de mindegy, mindjárt odaérünk. Szóval, a, van egy fiatal srác, én, én ilyen, max 18-20-nak nézem, de az Igen. is lehet, hogy diákmunkát végez, mert egyébként ő elmegy dolgozni otthonról, a anyukával és a hugával él együtt. Egyébként egy egyedülálló, tehát egyedülálló anyukáról kell gondolnunk, csak nem lényeges része ez annyira a történetnek. A srác bemegy a munkájébe, dolgozik, ilyen. McDonald's szedi valami étteremben, mosogató, meg takarító, asztal leszedő. Ilyen átlag életeket látunk, hogy ott hagyja az egyik vendég, egy anyuka, meg a kislánya, ott hagy valami játékot, utánuk viszi, aztán elmegy haza. Tehát egy kedves cuki, igen, ugye, igazából csak olyan... fiú akár aki. Ja, ja, ja. Tehát, nagyjából azt látjuk, hogy az a cél ennek az egésznek, hogy Kenny, így hívják a főszereplőnket, Kenny ez a srác, ő lesz a, a a főszereplőnk, és hogy behelyezzük, hogy ő egyébként hogy él. Hazamegy, és hát azt tapasztalja, amit szerintem meglehetősen sokan tapasztalatnak, hát a húga lenyúlta a laptopját, és valamit meg akart nézni, és vír, összevírusozta a gépét. Kenny hát ennek megfelelően, hogy van itt egy ilyen testvéri ellentét, jól lecseszi, ráterepít valami ingyenes vírusírtót, és innen, innentől jön igazából az érdekes dolog, Kenny nem csetelni akar a laptopjával, hanem bizony egy pornó oldalra megy föl, megnéz egy Hát pornó, hát mennyien fogyasztanak pornót, hát nem mennyien, igaz? mennyien fogyasztanak pornót. Igazából, ha belegondolunk, ez egy viszonylag átlagos dolog, csak nem minden úgy van vele, hogy nekem is csak a szomszédom csinálja. Tehát hogy ez, át, az, tudjuk, hogy ez így szokott lenni, van egyfajta prüdélia. És hát azt is bemutatja nekünk, és meglehetősen hogy visszafogott a részt, mert nem, nem lett naturalista a nem mutatják meg, hogy ő másztul. Bár csak tudjuk, tehát hogy így sejtetjük hogy ezt fog ezt csinálja. Talán látszik valami sebb kendő, vagy... vagy hát a, a utána, tehát... A, ugye... a nadrágját ugye, azt még mutatják, hogy a szívzát húzza le, miközben már a laptopjára koncentrál. És a lényeg, ez követően következik, hogy utána mi, mi laptopozik, tehát láthatóan már ez utána vagyunk, az utána vagyunk, oh, milyen jó kis felülfogalmazás. Szóval kap egy e-mailt. Kap egy e-mailt, Kenny, amiben azt írják neki, hogy láttuk, mit csináltál. És elküldjük mindenkinek, amennyiben nem teljesíted a követeléseinket. És ebben a, az e-mailnek a mellékletében ott található a videó is, amin egyrészt látható osztott képernyőben a... Hát ezt nem mutatják annyira, csak ilyen nagyon rövid jelenetként, hogy, hogy ő mit csinálja, a kamerája fölvette, a laptopnak a beépített kamerája, és hát a másik fel az, hogy ő mit nézett. És hát ez érthető egyébként, hogy az ember ezt nem szeretné, hogy kiderülne. Hát ki szeretné, főleg hogy a, az osztálytársai, munkatársai azon nevessenek, hogy ő mondjuk milyen fejed vág. Ez gyakorlatilag meg is érkeztünk az első két témához, és fura azt mondanunk, hogy gumicsont témájához, mert tökéletesen érvényes lenne ezekkel a rész. Hát mi is, a, mi is a témánk? Az első a masturbáció, a másik pedig az alóhatóság. Ezzel a kettővel gyakorlatilag kaphatnánk egy értelmes Black a részt. A masturbáció mellett ez sok minden feljön, mert egyből belevágtunk, de van egy ilyen egy perc, két perc, amikor egy női szereplőt látunk, tehát ezzel kezdődik a rész, aki leparkol egy autóval, és ott hagyja a slush kulcsot egy keréken. Ő róla, ennyit tudunk meg, majd később lesz ennek jelentősége. A legvégén Mondta, az ad el, a Igen, valóban, derül ki, hogy valóban ő meg igazad rasszizmus, van. Ha van rasszizmus miatt veszik. Valóban karulba. igazad van, csak úgy éreztem, hogy nagyon megbonyolítanám, vagy elkenném a sztorinak a konzisztenciát, hogyha esetleg hallgattam minket olyan, aki erről a részről úgy értesül, hogy mi A spoileres, mondtuk spoileres, Nagyon elkennénk azzal, hogy ezt, ezt mondjuk neki, mert hogy nem érzni a konzisztenciát igen, a Black Mirror az rendszeresen van, hogy ilyen kis képeket betol. utalhatok most itt megint a Fehér Medvére, amikor volt egy ilyen adáshibás valami. Nyilván láttuk, csak uh, nehéz, nehéz, ezt az adáshibát mondjuk így komolyan venni. Csak a végén derül ki, hogy igen, lényeges volt az a képkocka. Hát ott ilyen falatokat adnak, hogy hú, igen, érdekes, érdekes, mi lesz ez, és abból össze tud összeáll végül egy egész, hogy akkor ez miről is de ez nagy, tehát a maszturbálás, a zsarolás mellett, hogy mennyi bűnt követ, mik a bűnök, mennyire könnyű tönkretenni egy emberek az életét, és hát ide majd ki fogunk hogy tönkre mennek ezek az életek, vagy happy end lesz? Black mirror volt, mondjuk, ha valaki ismeri, az azért happy endet így <laughs> elég, elég, elég teszi, A igen. hatodik évad első rész szerintem happy endes, pont mondhatod, hogy meghallgatod, ott szint annyira nem happy endes, hogy ott van a lábbilincs a lábukon, hát nem sok nem sok rész opelál Happy End-nel, az tény és való. Hát igen, az is egy kicsit véleményes, hogy mennyire Happy End, de a kicsit kívül egyébként abban igazad van, csak nem akarok a hatodik évadról sokat beszélni, mert ezt igazából ti már megtettétek, hogy valóban azért a, bőven a happy részek közé tartozik, tehát látunk, látunk rosszabbat szerintem. Mint, mint az. Reméljük látunk is, szóval annyira nem muzsikál jól a hatodik évadtán, de remélem, lesz hetedik. Hát de Viszben. egyébként az a rész, amit kielemeztetek, az uh, eléggé az, mondjuk párhuzamosan, ugye ez a hatodik évad első részt elemeztétek ki, a, mondjuk a harmadikkal együtt ez a kettő viszi a prímet abban az évadból, és hogyha az összmezőnyt nézem, akkor hát ilyen középmezőnyesek legfeljebb. És hát sokáig de. készült, nem is volt szerintem olcsó, tehát a színészektől kezdve, szóval hát remélem a Netflix lát benne, meg nem azt mondom, hogy ez a zászlós hajó, tehát a Squid Game-et nézték a legtöbbet, tehát ez brutálul, meg. A Black Mirror az nem a legnézettebb 10, meg 20 sorozatában van, de hát ha kap majd folytatást ennek ellenére is. Hát az is egyébként, hogy ezt szomorú így ezt mondani, de mert, mert, mert nyilván az embernek van egy igény, tehát igényes tartalom, mert az embernek van igénye. Tehát szeretnénk, hogy lássunk nagyon, olyan jó filmeket. Tehát senki nem mondaná azt, hogy nem, nem kérünk több keresztapát, nem kérünk több új mit mondjak most, tehát nagy filmeket, vanok a Requiem egy államiért, nem kérünk ilyen szintű filmet, tehát, tehát nyilván nem mondhatjuk őszintén, de bizonyos projekteknél azért nyilván egy idő után elfogyhat, tehát nem lehet belőle újat csinálni. És lehetséges, hogy a Black idáig, és abba kéne hagyni ezen a csúcson, és az esetben várni, hogy majd tíz év múlva valaki esetleg csinál hasonlót. Mert lehet, hogy kell egy másik rendező, egy másik nézőpont, pár új korszakszerű probléma, egy új nézőpont ahhoz, hogy ez kialakuljon. Tehát nem feltétlen baj az, hogyha valami, valami mm, véget ér. Hát akkor megkönnyezzük, meglátjuk, hogy, megkönnyezzük, ezt, hogy, igen. hogy, fog, hogy fog, majd lezárak, De vissza a részhez, tehát szóval meg a főszereplőnk az a fiatal a srác, Kenny, és ő általa ismerjük meg ezt az egész szövevényes szállat, ami hát szerintem egy ilyen Squid Game-szerű háttérszervezethez valószínűleg több ember van itt a hátra, lehet egy ember mozgatja Ez nem derül ki, hogy hány embert csinálja. Elég, elég, komoly logisztikát csinál ezzel a... Tehát több embert, az úgy képzelje el a hallgatóság, hogy több embert manipulálnak egyszerre, és koordinálnak egy helyre. Hát oda küldik biciklivel valami találkozási pontra Kenit, és közben valaki mást is zsalonak, hogy vigye nekik a, vigye neki a tortát, vagy mit. És akkor Később ilyen morzsánként megkapjuk, hogy amúgy külön kellett valamivel zsarolni valami, valami cukrászt. külön kellett egy, egy másik futát manipulálni. Akkor az a kocsit, hogy valahol ott hagyják, amivel majd később mennek tovább, azt, hogy valaki elvigye a pontra, azzal az, is zsarolni kellett valakit. Hát itt, Konkrétan egy ilyen sok tábla mozgatnak több embert. Ez... Nekem az a igazságosztó nevű sorozatot te nézted annó? Nem, nem láttam. Michael Madsen szerepelt, és az volt az alapkoncepció, hogy segít a részben, az, egy, az is egy ilyen 40-50 perces rész egy embernek, és ha segít neki, az a fizetsége, hogy egy szívességet bármikor kérhet a jövőbe tőle. Csak egy ilyen részben mondjuk elő 10-20 segítséget, szívességet másoktól, van olyan része, ahol 50-et elő, és, és, nem jön ki a matek, hogy annyi embernek így nem tud segíteni, hogy oké, okay, később valakinek segít, akkor 50 szívességet felhasználsz, és akkor így annyira, annyit a párhuzam, hogy hát te itt annyi embert megzsarolni, hogy minden így összeálljon, minden a, a torta, a tortába a fegyver, ez oda kerüljön, oda kerüljön, tehát az egy pár ember mindenképpen. És, és, itt is az a abszurd, tehát több egyére, másodjára megnéz, hogy készítem az adásra, hogy hát ez szórakozásról szó, tehát nem pénzt akarnak, nem hatalmat akarnak, hanem büntetni, meg, meg szórakoztatni, ezért szivatják az embereket. Igen, ez egy közös pont. A végén gyakorlatilag kapunk egy ilyen fészt, mert eljutunk odáig, hogy ez azt szimbolizálja ezeket az elkövetőket, a manipulátorokat, a zalolókat, hogy tényleg konkrét legyen mindenkinek. De akkor emlékezzünk azért, még azért, hogy van egy híres színészünk a, a, a sorozatban, ugyanis viszonylag hamar ezzel a tortával egy hotelszobába kell eljutni a keninek, és ott minden álláshozni, hogy ezt át, már pedig át kell venni, amikor ott ő nem rendelte. És itt megjelenik Bron a trónok harcából, a trónok harcának a zsoldosa ilyen az őt játszó színész, nagyon-nagyon sajnálom, hogy rettenetes vagyok nevekből, és bár egnéztem, de már eltaláltam felejteni, hogy őt hogy hívják. És de, de nagyon remek alakítást látunk tőle, őt azzal zsarják, hogy hát szereted volna egy, hát nem a feleségével, hanem egy másik nővel. Egy prostituált akart volna szexelni. Nem is tudod, meg a szex úgy csak akart. Prostit volt? nem csak az, hogy valaki? Mert nekem úgy tűnt, hogy valaki mással, de hogy... akart volna, értem. Igen? Jó, De az nekem nem volt, nem volt meg az, hogy az konkrétan is nem az van, hogy egyébként csak beszélget valakivel is, hát megcsalná a feleségét. De talán ez lényegtelen is. Meg akarta csalni a feleségét, és hát teljesen logikus módon nem örülne annak, hogyha ez kiderülne. Ő az olyan a, a feleség, aki ez egy no-go, viszi a gyerekeket, szóval lehet valahol bárterápia, ezra élete. Az, ő tudja, hogy... Elveszíteni a feleségét, kiderül, elveszíteni akkor... a hálát, kéne fizetni a gyerektartást, ismerjük ezt a szóit ugyanúgy hasonló módon érezzük, hogy nem szeretné, hogy kiderüljön. Most persze mondhatjuk azt, hogy hát akkor nem kell volna elkövetnie. De hát az, a ez, ez, az elkölcse tulajdonképpen, ezzel játszik, hogy azt mondja, hogy hát bűnös az, aki én szivatok. És hát akkor innen indul meg az a hajsza, hogy ők különféle feladatokat kell, hogy végrehajtsanak, elmennek azért az ominózus autóje. Csak itt maradjunk az, hogy aki vannak a szereplőink, kettőt megismerünk konkrétan név szerint, egyre több mindent megtudunk róluk, és megzsorolták őket, és mind a kettő ezt a zsorolás olyan szinten vesz, hogy oké, okay, belőlem csinálhatnak marionett bábút, amit mond aki megteszem, mert pénzt nem fogadnak el, tehát meg is kérdezte a Kenny, hogy hello, hello, pénzt akartok, és hát nem, nem pénzt akarnak. Azt akarják, hogy csináld meg a feladatokat. És ezek, ezek a, ezek a kettő, kettő főszín, meg mások is, mert van egy-kettő, aki bekapcsolódik, meg tudjuk a cukrász, az is valószínűleg, hogy a fegyver abba a tortával hogy, hogy ezek olyan szintű jellemek, hogy, hogy nem a hatósághoz fordulnak, hanem, hogy bakker, nehogy megtörténjen, mert most zsarol vagyok, akkor, és nagyon sok filmben amúgy az, hogy a terroristáknak nem engedünk, nem fizetünk váltságdíjat, etc., etc. Itt ezek a halandó emberek, ezek hajlandók belemenni, mert, mert az életük tönkre mehet, ezért megteszik, amit és kérdett. ez a kérdés, ez az érdekes kérdés, amit úgy Most a masturbáción átugattunk, de talán annyira nem lényeges, hogy nem, foglalkozunk olyan sokat vele, hogy igazából egy rövid bejegyzést csinálhatnánk erről, csak hogy, hogy szerintem nem egy ciki dolog az, hogy egy, egy, egy főleg egy fiatal meg, megpróbálja megismerni a testét. És jó lenne, hogy ebből nem csinálnánk egy akkora tabut, hogy ezért ami nem tudom mekkora az égyen. Természetesen vannak határok, hogy az ember nem nyilvánosan, meg meg rá hát lehet erre függeni. Csaló, mindenki mind, mennyire foglalkozik ezzel. Jó, Ö, ez a karakter, a forgatókönyv úgy, úgy, írta meg, de a végén azért tudjuk a csavar, vagy eljutunk majd a csavarhoz, hogy ez a karakter, ez nagyon nagy szégyen, és akkor inkább vagy meghalok, vagy ne derüljön ki, választja, és hát inkább ne derüljön ki, és emiatt meg. Igen, e, ami, ami, talán fontosabb téma, de egyébként, hogyha valaki ezzel a témával foglalkozna, mármint a masturbációval, akkor megtehetjük azt, is a, megtehetjük azt, hogy ö, nem tudom, hogy elhelyezte -e azokkal a linkek közül bármit a leiásba, amiket én így küldtem. Neked van, aki foglalkozik ezzel a témával, és szerintem, hogyha valakit ez a szempont ö, érdekel, vagy ez a téma érdekel, akkor egy ilyet elhelyezhetünk a bejegyzésben. Akár én szívesen megteszem, hogy a kommentekbe ezt beírom. Már most és... a csetbe be is rakom. Tehát jó, tehát mondhatjuk Jankának a hormonmentes A YouTube blogia. csatornának a szerkesztője. Egy kiváló jó videót erről. Összefoglalhatod a videó, hogy ez miért, miért érdemes? Szerintem nem érdemes hogy olyan sok időt tölteni, akit érdekel, az menjen elemet, mert ez egy nagyon, -nagyon rövid témabejegyzése tulajdonképpen ennek a, 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 a filmnek, ami sokkal központibb az, az maga az alhatóság és ezen, jobban érdemes időznünk. Főleg azért, mert a végén ki fog derülni ez a masturbációs téma, azért nem, nem teljesen úgy volt, ahogyan mi alapból gondoljuk. Az alhatóság rész az viszont meg teljes végig központi témája. És ugye ez a nagy kérdés, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha megzsarolnak. Ha valanyivel megzsarolnak. És akkor te hogy akkor mivel zsaroltak, és te mit csináltál? Hát azt dobták be, hogy én Pornó oldalon voltam föl. Egyébként nem tudom, hogy ez mennyire igaz, tehát hogy mennyire volt igaz, vagy egy spontán bepróbálkozás-e. Mert tehát, na, tehát nem azt történt teljesen százszerződés, hogy én ténylegesen egy pornó oldalon vagyok, és ott ö, valamit én akár mondjuk masturbáltam volna éppen, mert csinálhattam volna akár ezt is. Tehát én most akkor legyek már korrekt, és is vállalom, hogy amúgy én masturbáltam már életemben. Hello, mekkora hú, mekkora nagy izé meglepetés. De én nem tudok róla, hogy én akkor lehet, hogy mik egy nappal előtte. És akkor a spam izéből vettem észre, hogy amúgy jött egy ilyen e-mail. És nagyjából ugyanaz a szöveg volt, hogy láttuk, hogy ilyen oldalon voltál, és mit csináltál, és elküldjük minden ismerősödnek, ha és amennyiben nem fizetsz, vagy valamilyen, és volt valami link. Hát én nagyon egyszerűen megoldottam ezt, ignoráltam az e-mailt. Tehát, hogy nem foglalkoztam vele, és kapaszkodtak, meg nem, le, nem vontak le pénzt a nem küldtek szét ismerőseimnek videót, tehát hogy valószínűleg kamu volt a történet. És még egyszer mondom, nem azért, mert hogy azt mentek eszem, hogy én nem mozdulbálok, hanem én nem is emlékszem, hogy amikor jött volna, akkor én konkrétan néztem volna. Szerintem ez egy ilyen ennél bénább spontán bepróbálkozás volt, hogy maradjunk annyira. Valahol van. megszerezték az e-mail címet, és valószínűleg igen, ezer, igen. meg ötezer emberek elküldték, és akkor lehet valakinél de, van meccs. De én mentem már föl, erotikus tartalom oldalát, tehát hogy így lehet igaz, hogy amiatt jön egy ilyen. Bőven lehet igaz, csak hogy így nem volt az így, meg face-to-face, face, hogy nap konkrétan én most mentem föl, én most arra, azt és akkor ezért jön a videó, hanem ez egy ilyen, már ennek a bénább verziója volt, maradjunk annyiban. És nem, nem nézzük... jöttek SMS-ek utána, meg nem voltam így ennyire lekövetve. De ha a, az adott rész, tehát a pofabe is táncolnak a karakter, ott az egy apuka, két gyerekes családapa, és remélem való életben valaki akarna a szexért fizetni, és ez így kiderül, akkor, és bezsarolják, akkor a rendőrséghez fordul, és nem követi -e azokat az utasításokat, amit kérnek tőle, hogy ami oda eszkalálódik, hogy egy bankrablásba belecsöppennek. De a forgatókönyvíróknak a fantázia mindig meg tud szaladni. É, igen, és itt az a, ez a kérdés, hogy tulajdonképpen miért vagyunk jól zsarolhatók. Ez a, ezt, ezt érdemes pszichológiailag vagy így viselkedéstajnak átvizsgálni. Azért vagyunk zsarolhatók, mert azt érzékeljük, hogy ha az a dolog kiderülne, az olyan terhelő lenne a mi személyiségünkre, a mi életünkre, hogy azt nem viselni el a személyünk, tehát leépülne tőle. Hát meg, meg a megmondta, volna. mindenki hazudik. Tehát mindenkinek vannak hazugsága, csak ezt milyen buborékban él, milyen a kapcsolat a feleségével, a szüleivel, ha ez kiderül, milyen következmény, ezt nem senki se hal bele. Tehát akkor pár vita, kirúgnak a munkaedő a szerzelő munkahelyet, tehát ezeket fejek fejben dől el, hogy mindenből fel, a rákból meggyógyulnak emberek, és felállnak, meg fél lábbal is, szóval Ebből mindent meg lehet oldani valamilyen szinten, csak ez sokan gyengék, és vagy zsarolhatók lesznek, és megcsinálják, vagy öngyilkosok lesznek sajnos. A legrosszabb egyébként az benne, hogy azt nem ismerik föl, hogy onnantól, hogy meg vagy zsarolva, hogy hát és két opció van, vagy az van, hogy olyan szerencsésen lesznek, mint ahogy én, hogy igazából teljesen kamu, és nem fog történni semmi. A másik verzió az, hogy tényleg egy komoly zsarolva átok szembe, mint Kenny, és a... Hát vagy ott játszó, egy tini az... lány, tehát a sztori is volt egy-két, egy magyar lány, öngyilkos lett, mert szexképét az ex-pasia, nem tudom, kiposztolta, elküldte ezer embernek, és mert ezt nem tudta feldolgozni, pedig jó, hát nem jó, meg hibát követett el, de ettől ezért még nem kell az emberek eldobni az életét. Hát még azt sem mondanánk ebben az esetben, hogy hibát követett el, hát miért esze... Te tehát érted szóval, hogy ne szexeljen, vagy lehet, lehet, az egy játék egy párnál, hogy euh, inkább a hibát a, a férfi követ el. mindenképpen. Esetben, mindenképpen. Most lehet egy játék az, hogy én nekem van egy pálam, és mi van, hogy élvezzük azt, hogy lefotózgatjuk egymást, vagy van egy a pálomról, a van egy, egy képem, egy erotikus képem. Ez nem egy tilos dolog. Hát annyi, hogy nyilván ilyesmivel azt azt el kell mondani, hogy ilyesmi érdemes vigyázni, hogy ezt kivel csinálod. Meg az első este után nem érdemes, nem át kicsit várni ahhoz, hogy megbízhatsz-e a másikban. De hát valljuk be azért, a másik oldalnak lenne több dolga ezzel, hogy nem teszek ilyet. Én, ha én szerettem valakit, akár csak hát egy így kicsit magad is. Bol, magadat kivetíti igen. a társadalomra meg nem lehet, mert nem hány milliárd? most 8 milliárdan élnek, nem 8 milliárd rúzsa, de szaladgál a Földön. Hát egy része jó, csak hát azért... most egyikai... lenne a világ, de... ha hát most hát mondjam egyikai... azt, hogy, talán egy picire jobb minősége, de nagyon megképűen hangzik. Te mondtad, nem én? Szóval. Te de visszatérve a zsaroláshoz, hogy igen, vannak ebből, ebből hát akár családon belül erőszakott is hány, hány férfi zsarolja, a feleség sem tudja elhagyni, vagy a sztárokat, Depp -től. Ez egy csomó mindenkit lehetne sorolni, annyi mindenkit lehet zsarolni. Itt tényleg nem szabad hagyni az emberek, hogy zsarolják, tehát megfelelő Úgy, úgy kell venni, hogy már kiderült. Mivatalhoz. Én ez a kulcs szó. Úgy kell venni, hogy már kiderült. Tehát abban a pillanatban, hogy megzsaroltak, úgy kell venni, hogy kiderült. Mert a legrosszabb az ez lehet, hogy, hogy ez kiderült, annál már csak az lehet rosszabb, hogy amúgy majd a végén ki fog derülni, de még előtte egy csomó dolgot csomó dolga rávettek, vagy mondjuk pénzt csaltak ki tőled. Tehát, hogyha képzeljük el a szituációt, te csináltál valamit, ami neked ciki, mikor így összefoglalóan. A befenyegetnek, tehát jön a másik fél, aki téged megzsalol. Ő, neki már, ő nem elkölcsösebb, mint te, ő már elkölcsileg alattad van, mert ő ezzel téged sakban akar tartani. Most a, amit itt ebben a szituációban hát az csak az, hogyha egyszer megzavod, szerinted ő tényleg azt követően nem fogja még egyszer megpróbálni? Ha egyszer volt pofája pénzt kérni azért, hogy már pedig, ha nem fidesz nekem, nem tudom én, 5000 eurót, most mondtam valamit, akkor én elküldöm a szexfotóidat. Ha egyszer elküldted nekem az 5000, tényleg nem fogja megpróbálni még egyszer, hogy még kérek ötöt? Még kérek ötöt? Tehát, hogy gondoljunk már ebbe bele, csak rajta veszed, csak rosszabb lehet, legfeljebb annyi, hogy kiderül, és még buktad a pénzt is, vagy valami egyebet. Egy, nagyon együtt lehet érezni, hogy a karakterek, amúgy szimpatikus Kenny is, meg, meg, meg a férj is, de most ugye ő nevét így nem e, tudom. Egyébként azért az ő szimpá, ővel való szimpátiát azt én nem tudom száz százalékosnak venni. Melyik őkkel? a, a blond, tehát hú, hogy hívják tényleg, tök jó Megnézem, olna. megnézem. Hogy köszönöm. hívják a férfit, aki a feleségét csalta volna. Szóval és azért nem tudok vele azonosulni, mert most akkor hagyjunk tovább a történetben. Oda jutnak el, hogy kocsival végül elvezetnek egy bankhoz, és azt az üzenetet kapják, hogy egyik őtök a sofőr, másik a rabló. És itt egy felnőtt férfiről beszélünk, meg egy fiatal suhanc srácról. Jerome Flynn. Zs Flynn, hívják. Flynn. Igen, szuper. szóval Flynn ezt követően olyan, van annyi a gyáva, én vezetek, én vezetek, és képes be, beküldeni, képes a saját megzavarodtságát, annak a terhét rátenni a fiatal srácnak a vállára, a kenny a vállára, hogy én csak vezetek, és me, igen is mennyibe terabolni. Ez milyen egy felnőtt férfi. Most túl azon, hogy egyébként azon a, a helyes, hogy ő nem hagyja magát zsarolni, még ebben a szituációban a felelősséget, a nyilvánvaló nagyobb feladatot rátolja egy fiatal srácra. És Kenny bemegy, és jól látható, hogy hát egy, egy, egy ilyen szempontból egy, hát szóval nem egy olyan, olyan személyiségű srác, nem egy olyan erős személyiségű srác, van, szóval azt összevizeli magát az ablás közben. De Ma, egyébként... De, így, ahogy lehet, hogy sokan így ilyen helyzetben, ilyen stressz helyzetben... Nem. Valószínű, tehát együtt tudunk vele érezni, hát az ablóvá kellett válnom. Na és itt volt egyébként az a pont, szerintem ez a, a forduló pontja, ameddig én elhittem, hogy itt ez a, ez a masturbáció az oka a Kenny esetében. Itt volt az a pont, és itt jött bennem egy, egyfajta ilyen, nem is olyan jó ez a rész, egy ilyen gondolat most így röviden összefoglalva, hogy hát egy masturbáció tényleg rá lehetne venni ezzel, a, hogy az ne derüljön ki, ez tényleg rá lehetne venni a srácot, hogy, hogy ne, egy Az, az életét. Ablásban vegyen részt. A abból az, az, az nem semmi. Ez nem arról van szó, hogy. Az nyúj nyújj le, törvényes. le csak a boltból. Bolt, tehát nem az van, az is egy rablás, ha belegondolunk, csak hát kicsit kevésbé súlyos. És rá lehet venni. És ez értem, azt éreztem, hogy ez nekem így leesik le a sztori. Hogy nem lehet ennyire súlyos. Is. Meg a, meg a, a fasz eset, esetében is, tényleg finn esetében is, hogy valahogy nekem nem, kell, nem volt annyira kell itt ez a pont. És hát akkor tényleg térjünk rá most már a fő témájára, mert azért halad az idő, megy az idő. No, Hú, hát azért van időnk, tehát ott vagyunk a bankrablásban, sikerül a bankrablás amúgy, tehát a pénzhez hozzájutnak, el is tudnak hajtani, tehát itt van ilyen kis akció, kis izgalom, tehát majd mindig az a kettő. Hallnak szám... rendőrautót is, ami mögöttük, de szerencsére nem, hát nem tudják még, hogy milyen rendszámú autót kell üldözni, azt hiszem, és így mellettük. Ez nagyon a... pánikos, és az a durva, hogy az ember, annyira jó a, tehát annyira jó a film, hogy ott ül, úgy érzed, hogy ott ülsz az autóba. Az egyik rabló vagy, ott ülsz, és ez is izgulsz velük, hogy Úristen, most jönnek a rendőrök, és megtörténik a legrosszabb, hogy lebuktunk. Ez egy nagyon jó thriller, tehát ez most mi, a panaszkodnak az új évadban, hogy hát sok a horror, de de, meg hát az, hogy ez egy napot foglal össze tehát, vagy másfelet, vagy tök minden, tehát nagyon, röv, nagyon szűk határidőben, és nagyon sok minden történik a szereplőinkkel, nagyon nagy jellemfejlődésen mennek át, nagyon sok mindent, döntés, komoly döntéseket kell hozniuk, és ez úgy általában a Black Mirror részekre jellemző, rövid, rövid idő, rövid intervallumban játszódik, és, és hát igen, a nem, nem könnyű döntéseket hozik, és hozzák, hozzák, a döntéseket, és akkor eljutunk a, a, végső fináléhoz, ahol Kenny, tehát a főszereplőnk, ha újabb utasításokat kap, tehát nem szabadul meg, tehát azt gondolom, hogy már elkövette ezt, most már hagyják békén, törőjék le a felvétel, de hát, amit te mondtál, tehát ha miért, miért tenné meg a zsaroló, hogyha még, 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 még lehet, és újabb feladatot kap, eljutott, hogy be kell menni egy erdőbe, ott van egy másik férfi, és az a férfi meg kell Küzdeni, -e, és akkor itt fény derül mindenre, nem tudom, átadom a szót, mert mondtad, hogy miért nem, is derül. Tényleg csak egy Fé... nagyon rövid időre rabolnám, hogy húznám még az időt. Ez egy játékelméleti probléma. Ez az egész zsarolósdi. A, onnantól kezdve, hogy belementük, belementek, ö, kvázi olyan ez, mint ha téteket teszegetnénk arra, hogy befejeződjön. Rátettük azt a tétet, hogy elmentünk a tortáig. Hát ez nem egy nagy tét. Hát tettük azt a tétet, hogy a tortát elvittük a címről. Hát ez sem egy nagy tét még. Itt még kis vakkal játszunk. Tehát, hogy majd így belehozok pókéres kifejezéseket. És akkor így a végén az van, hogy rablás. Hatalmas tétet tettünk rá. Itt nem lehet kiszállni, mert azt érezzük, hogy akkor nagyon sokat buktunk, már sokat fektettünk ebbe a projektbe, most már csinálni kell. És ezt. Szörnyű ezt mondani, de a, a, a zsarolók nagyon jól csinálták, hogy így ö, folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb ö, energiát tettek bele, hogy ö, már ne tudjon kiszállni. Ne tudjon kiszállni a, a, a Há, és... Meg tudták, tehát mi, mi nézzük, nem tudtuk még, de ők tudták, hogy hát sarokban van szorítva, a kisegér szóval bármit csinálunk, akkor, akkor meg fogja csinálni. Lehet-e olyan sötét titkunk, aminek a kiderülése, az rosszabb, mint bármi. Hát a születésnaptól kezdve egy csomó film foglalkozik ezzel. A régi sérelmektől kezdve nagyon sok ember van vagy a füle mögött. Szóval eljutunk ebbe a végső jelenetbe, amiben a Flynn, a felnőtt férfi, aki ugye a feleségét csalta, jót marad a kocsiban, és Kenny elvonul az erdőbe. S, tő, tőle el is búcsúzunk, tehát Tudom, tőle, 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 elengedték, tőle, ele, tőle. elvileg. Hát elvileg. elvileg azt hiszi, hogy elengedték, a végén ő is le lesz buktatva, ezt nyugodtan elállóhatjuk. A végén ő is megszívja. Pam, 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 még mindenki megszívja. De erről, beszéltünk is szerintem. És az erdében ott várja egy fiszkó, aki hát most már itt meg se lepődik, hogy megint egy másik zsaloltal találkozik. Uh, a mondja is neki az ember az ő útját, hogy ő min, milyen célcon kell végigmenni, azt mi nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy idejét célba. Szintén egy felnőtt férfiról van szó. Nála van egy ö, ö, drón, és azt mondja, azt akarják, hogy ezt, ezt elindítsam, és, és, ők nézni akarják. Tehát kvázi, hogy értse a, a néző, Maguk a megzsaloltak, biztosítják a zsalónak, hogy követhesse őket élőbe. Tehát erre ráveszi őket, hogy ott van a, a drón, és meg kell csinálni azt, hogy biztosítsuk, hogy ő élőben felveszi, amit csinálunk. És itt is már... Már körbeazódik, hogy hoppá, ez nem pénzről van szó, meg nem bosszúról van szó, hát, hanem itt a, 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 pénz, a, a pénz, amit elloptak, az ugye ott van abban a táskában. Hát de nem hatalmas összeg, de pénz igaz, még, még egy darabig azt gondolnák, hogy arról van szó, hogy majd át kell adni valakinek, a, amikor Kenny azt gondolhat, hogy át kell majd adni a pénzt, és akkor az majd eljut a labdók is. Tehát ő még gondolhatja azt, hogy ez a pénzement ment, még, még, még ebben a hitben lehet. És akkor megjön a, a végső üzenet, hogy hát akkor most küzdjetek meg. De itt, itt, nekem itt volt az, hogy oké, okay, ez a Squid Game. tehát Ez nagyon Squid Game volt. Küzdjetek meg. Hogy, hogy valaki ezt végig akar nézni, meg akarja, meg akarja szivatni ezeket az embereket, tehát hogy ez miről, miről is szól, hogy egy ilyen ott ül popcornon, és akkor akár élőben nézi. Nézi ezt az adást, ezt a csodát, ahol két ember küzd egymással, és kis az hogy egy ember győzhet, és mind a kettőnek a zsarolás. Tehát odáig mennek, hogy igen, meg vagyok zsarolva, ez, hogy ne derüljön ki akár emberéletet életet is. És megvan, megvan az a mozdulat, ahogy a, a, nem tudjuk, hogy hogy hívjuk a férfit, akivel szemben áll, hogy, meg, hogy mozdul felé. Mert pontosan jól felméri, és mi is a nézők jól felmérik, hogyha itt ez egy ökölharc, akkor a felnőtt férfi fog nyerni, nem a kis kisrác. Megindul. De hát, a lesznál van egy pisztoly, ugye? Hát nem véletlen volt, nem vízből volt ott az a pisztoly, nem csak a bankrablás miatt volt ott, az most is ott van nála. És, és nem fél használni. És nem fél használni. De hát előtte lezajlik még itt egy nagyon fontos beszélgetés a tekintetben, hogy mivel is zsarolják a Do kennit, és mivel is zsarolják a férfit. Mert az nem véletlen, hogy a férfi, akit eddig nem ismerhettünk meg, aki nem töltött időt Kenivel, az pillanatok alatt rájön arra, hogy Kenit mivel zsarolják, miért kerülhetett ő oda. E, amikor erről kérdezést, kérdezés, esküszöm, nem emlékszem majd pontosan, milyen kontextusban jön elő, hogy hogy jön elő. Hát össze is néznek, tehát ott van, van több minden. Most nekem sem, pedig frissen megnéztem, tegnap előtt néztem meg, de... Ilyen remegő hangon mesélje, ha jól emlékszem, hogy fölvettek, amikor, amikor, amikor néztem videót, a, a szex videót is. A férfi kérdezi, és hány évesek voltak azok a lányok? És azt a zseniális színészi játékot, amit akkor a Kenit játszó színész előad, azt tanítani kellene. A, az arca remeg, és így össze-össze rándul, amiből lehet érezni, hogy ezért ciki neki a dolog. Ez nem is ciki, tehát itt már akkor már beszéltünk. Igen, pedofil, ez a, van szó. Tudja magáról, tudja, hogy nem jó. Tudja, hogy nem szabad, amit tesz. És a, ezzel kezdődött a rész, hogy oké, okay, egy étteremben odaadja a játékát a kisgyereknek. Ah, lelelőtt a, a poént. Igen, igen, az igen, az nem véletlen meséltem el én is. Igen, 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 és ott volt utalva, de itt, amikor így meglátjuk, hogy esendő a, a szerencsére, valószínűleg még nem tette meg élőben, de hát itt kikacsint, meg, meg erre maszturbál, tehát ez... Tehát, mondjuk én, ki konkrétan Kenny, Kenny az az ember, aki pedofil pornót, pedofil tartalmat fogyaszt. Ő ez, a, ez az ember. Na, na, nagyon nagy valószínűséggel nem kapcsolatban Nem az egyetlen ember a Föld, aki ilyen. Tehát pedofil ez... tartalmat fogyaszt. És ö, mi lehet az, hogyha neki ezen a hercehúrcán át kellett menni, hogy bankot kellett rabolnia, majd pedig le kell lőni egy embert, mi lehet az, ami ennél egyenlő rosszabb? Tehát hogy ennek a hercehúrcának a végén a halál vált az, aki nem tartalmat fogyasztott, hanem konkrétan személy szerint fizikailag bántalmazott egy gyereket. Tehát akivel ő szemben áll, az százszázalékosan, hogy ez volt a szándéka a, a, készítőknek, hogy ő meg az elkövető pedofil. Még ez nem derül, ki. Nem Nincs derül ki, de ez van, ez van sejtedve, ez a szándék van sejtedve. És a nyitó csak hogy visszamenjünk, ugye, alapból, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, mi azt gondoljuk, hogy amikor a, az étteremben dolgozik Kenny, és a, egy fiatal csinos anyukák és a kislánya benn vannak az étteremben, és mennének el, az asztalon pedig ott maradt a játék. Hát mi van azt gondoljuk, hogy, hogy hát heteroszexuális Kenny, mint a lakosság nagyon-nagyon döntő része, és hogy hát a fiatal anyukától bezsebelni egy köszönömet és egy mosolyt, hogy ez a mondjuk ilyen motiváció. Hát ismerjük, hogy ez, ez egy jó eső érzés, bármilyen fuda is, de hát ez egy jó eső érzés nekünk férfiaknak, hogy ha egy szép nő, akár legyen az egy anyuka, mert potenciálisan soha nem landizhatsz vele. Ez jó eső érzés az, hogy tőle kapsz egy ilyen, egy ilyen gesztust. Mondjuk meg. meg jó eső hogy te tehetsz neki egy gesztust. És akkor itt esik le, hogy ő nem az anyukával foglalkozott. Hát Kenny a kislányjal foglalkozott, Na és ez a zsenialitása a Black Mirrornak, és ez a közös a, a, fehér medvével, hogy eljátsza velünk azt, hogy mi tökéletesen azonosuljunk, együtt és sajnáljunk egy főszereplőt, Kenit, legfőképp ugye, ő a tényleges fő, főszereplője, és utána azt mondja, hogy és akkor mit gondolnál erről, hogyha kiderül, hogy ő pedofil. És akkor itt jött el igazából az a pont, ami miatt én nagyon-nagyon sokáig egyébként megnézve ezt a részt, egy, egy, egy ilyen hatalmas fordulás volt bennem, és elgondolkodtam. És ebben zseniális a Black Mirror, hogy olyan dolgokat forgat át bennünk, ez az az epizód, amiről korábban beszéltem, hogy az én gondolkodásomban változtatott, hogy... Én magára a pedofiliáról mit gondolsz? Igen, hogy a pedofilokról ámblok, hogy gondolkodok. Igazából ezen én nem fog hatalmas meglepetést okozni, hogyha az, azt mondom, hogy a pedofilokat, hát finoman szóval nem kedveltem. Tehát ezen nem fog senkinek meglepetést okozni. A, a gyermeknek a bántalmazása az, az egy szörnyűséges tett. Egy tényleg egy, egy dühöt, egy értetlen dühöt kiváltó tett mindenkiben. És ez olyannyira igaz egyébként, hogyha bizony más is hallott már beszámolt erről, a börtönön belül is van egy kvázi hamis elkölcs, amiben a gyilkosok, a gyilkosok nekiállják szivatni a pedofilokat. Tehát olyan, mintha valami elköltsi magaslaton lennének ők, képesek ott a dühüket, meg egy ilyen hamis igazságérzetet gondolva, egy hamis elköltsi piadesztát gondolva magukról, ott bántalmazni a, a pedofilokat. És ez az epizód, ez engem e arról, hogy vajon ez a piedesztály ez mennyire valós. Én már, én már korábban is foglalkoztam, nem tudom műsor, vagy cikkben, vagy valahol, tehát tudod, ez egy betegség, ez egy handicap, úgy mint a homoszexuális, nem, hogy, hú, hát az ember tanulja, nem ott a genetikától kezdve nagyon sok minden közre játszik, tehát nem kell mindenkit karóba húzni, és ha már el is követte a bűnt, most büntet, agresszió, agressziót szül, tehát most őt is még tönkresszük, megöljük, azért az állatoktól azért már, már egy fokkal le, legyünk már feljebb és Kenny ilyen szempontból hogy még így harcol, meg tudja, hogy ez bűn, még nem követte, tehát ilyen szempontból még őt akár lehetne rehabilitálni, meg lehet, nem tudom ezekre, azt, hogy állunk most pszichológiailag. Azt mondod, hogy nem követte el. Én szerintem azt, kell, azt érdemes tisztázunk, és ezt is jegyzeteltem itt föl, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a pedofilián belül különböztessünk meg kategóriákat. Mert ez, ez, szerintem egy fontos dolog. a pedofilia az úgy indul, hogy az egy hajlam. Ezzel születik kvázi valaki, vagy hát egyébként ez egy kutatott terület, hogy mennyire lehet ezt utólag valamilyen fiatalkalmi bántalmazással rásegíteni. De minden esetre és úgy tűnik, hogy az ember agyban... Annyi történet. Minden esetre eléggé úgy tűnik, és ezzel kapcsolatban, valaki valakit ténylegesen érdekel a téma, igyekszek uh, majd uh, pár tartalmat, amit, uh, találtam betenni, hogy más is informálódhasson, és nyithasson erre, mert ez, ez nem egy könnyű téma, ez nagyon nehéz a főleg egy olyan, egy olyan világban, ahol a Gáborok meg uh, olyan, uh, olyan, dalai lámák rohangálnak ki, akik felszólítják a gyereket, hogy, hogy copkodja a nyelvét, kapja be a nyelvét. egy ilyen környezetben nagyon nehéz arról beszélni, hogy a pedofilokkal hogy érzünk együtt. Meg ezeknek hát, a gyerekeknek meg vannak szüleik, tehát ott is, hogy milyen ért, nem tudjuk elgondolni, hogy, hogy milyen, még én is, hogy itt szülők vagyok, igen, is gondolok be, tehát valakik ezeken sajnos keresztül mentek, hogy akár -e megölték a gyerekét, vagy megerőszakoltak, és az életük nekik megy tovább, és ezekkel az hát ez érzésekkel. Ez egy szörnyűséges dolog, és ez szörnyűséges, tehát mindenképp szeretném tisztázni, én nem akarom igazolni egyetlen pedofil elkövetőnek se a tettét. Én a megértést szeretném, hasonlóan ahhoz, mint mondjuk a Jokerben, a Joker film nem arról szól, hogy a, a pszichopata beteg gyilkost, azt, azt így igazoljuk az ő tetteit. Ahhoz, szóval, hogy értsük meg, hogy ő miért jutott oda. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel ilyen szempontból foglalkozunk. Ez akkor visszatérve a pedofilia kategóriája. Ez egy valamilyen fajta születési rendelenség. Agyban vizsgálták ilyet, hogy van ott egy. Ö, egy olyan cikket olvastam erről, hogy az a természetes, normál esetben úgy alakul ki az ember, szexustól független, tehát teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy homoszexuálisról, heteroszexuálisról, biszexuálisról van szó. Az a természetes, hogyha te egy fiatal arcot látsz, akkor neked a, így a mondjuk így az utott gondozásból a, a, gondoskodás, a vigyázás, a féltés jön elő. Ha egy felnőtt... Evolúciós. ez egy evolúciós dál. Ha egy felnőtt arcot látsz, hát most nyilván, hogyha egy heteroszexuális vagy, akkor nyilván egy nővel, ha homoszexuális, akkor mondjuk férfiként egy másik férfival, de ez, ez, a lényegtelen része. A lényeg az, hogy egy felnőtt arca, egy felnőtt testre jön be az, hogy így azon gondolkozó, hogy hát lenne egy pálom, vagy jó lenne vele szexelni. Ezek a gondolatok így működnek. És azoknál, akik pedofilok, ez valahogy megfordul. Valahogy ez a kettő így fölcserélődik. De ez nem egy döntés kérdése, hanem ez egy állapot. Ezzel ő születik. És ezt, ezt, kéne valahogy megérteni, hogy egy hajlam, az, hogy valaki valamivel születik, ember születik vaknak is, ugye? Akár van ilyen, az arra nem Sános tehetsz. Az, az, nem egy olyan dolog, hogy azt te választottad, hogy ott, ott, álltál a születés előtt, és hogy na, hogy tudnám bosszantani a világot? Ez, ez, nem így működik, ha bosszantsuk már a világot azzal, hogy pedofil leszek. Tehát ez nem így működik, hanem ezt te így kapod ez egy nagyon fontos kérdés, mert van, vannak egyébként politikai pártok, amik ezzel foglalkoztak, és az a kérdés felvetés volt, hogy akkor most ez a pedofília, az a szexuális irányoltság, vagy betegség. És rossz a dilemma, mert nem vagy, hanem és. Ez egy szexuális irányoltság, és egyben betegség. Ha meg ez a az önkorban elfogadott volt, tehát a Rómában, hogy valakinek fiatalabb párja van, fiatalabb férfi társa van, ez így tök normális volt. Hát, nézd, valóban így van, hogy sőt, a mai társadalmak, tehát mai világunkban jelenleg is vannak olyan helyek, ahol ezt nem vevi ki a biztosítékot, de ebből én semmilyen módon nem szeretnék elköltsödni át. Tehát ez nem igazolja azt, hogy valahol valamikor így csináltak, sőt, a, nem tudom, melyik országon az a, olyan gyermek, gyermekpostitúció, az nem büntet, és járnak el oda. Van valami. Hú, hova? Tá Tájföld? Oh, hogy... nem tudom most konkrétan, de. de, ott ne, vannak, de igen, ilyen. Van valami ilyen, de. Volt az, hogy karizmus. ez van, és hogy ott ezzel nem foglalkozik a hatóság, ez nekem nem igazolja. Meg azt, hogy a régi görögök most mit csináltak. A emberiségnek hát, bőven nem. van még több területen hova fejlődni. Ez nekem nem igazolja. Nem az a lényeg, hogy igazolja, az a lényeg, hogy értsük meg, hogy ő erről alapból nem tehet. És a, egy hajlam az önmagában nem vétek, mert nincs gondolatbűn. Ez 1984 világa, Orwell világa, ahol gondolatbűn van. Ezt ne akarjuk már bevezetni, hogy gondolatbűn van. Meg Kenin is látszik, hogy, hogy ő ezt szégyenli, ezt tudja, hogy para, tehát az éttermi jelenetnél se van olyan színé, biztos, hogy megbeszélték a rendezővel, hogy milyen színészi módon mit fejezzen ki. Tehát ilyen szempontból... Zsagnálisan ez... játszik egyébként. Jó, jó játszott tényleg megérdemelni, hogy megjegyezem a nevét, mert nagyon rossz vagyok kettőbb, de megérdemelni, hogy megjegyeztem a nevét a srácnak is. De akkor beszéljük, hogy Kenny bűnöse vagy nem, mert ebből indult ki a gondolatunk. Remélem jól mondom, Alex Luther, lat, Lather, laughter. Kenny. -t. Alex, jó, nemben. Szóval, Kenny ugye pedofil tartalmat fogyaszt. Tehát, maradjunk ennyiben, hogy abban egyezünk meg, bár nem lehetünk mindenben száz százalék biztosak, nem tolták az arcunkba, de ezt sugalja egyértelműen a rendező, hogy ő pedofil fogyasztó. Na most ez bűne vagy nem? Hát szerintem igen, bűn. Valóban nem akkora bűn, mint ténylegesen fizikailag oda menni egy gyerekhez és bántalmazni, szexuális dolgokra kényszeríteni, de gondoljunk bele, Ö, ahhoz, hogy egy olyan tartalmat csináljanak valahol, Valahol a világban, időben, térben, máshol, de valahol kellett egy gyereket az ő engedélye, az ő akarata nélkül felhasználni. Tehát valahol mi részt teszünk ebben az iparban. Kvázi mondhatjuk azt, hogy ez a pedofil elkövetés szürkezónája. És ezt ez nagyon-nagyon fontos kiemelni, és van annyira őszinte szerintem ez a műfaj a ami beszélgetésünk itt, hogy én elállom olyan 14 15 éves korunkban mi voltunk olyan hülyék, hogy bejettük a keresőbe. Ez még a betárcsálós internetes korszak, hogy pedofil szex vagy valami ilyesmi. Nem emlékszem a pontosra. És csak az kvázi a szerencsén, vagy nem tudom, min múlhatott, hogy mi nem találtunk valami nagyon szörnyűséges dolgot. De, és, és ezt csak azért mesélem el, mert egy nagyon fiatal emberbe könnyen nem gondol bele, hogy mit csinál. Én nem azért, mi nem azért kerestünk el minket, ez annyira érdekelt, mi egyszerűen a gyermekkori kíváncsiságban voltunk. És bele kell gondolni, és azért kell erről beszélni, hogy ez igenis bűncselekményben való részvétel. Nekünk ott hat hatalmas mázling volt, hogy nem egy tényleges gyerekbántalmazást láttunk, mert találtunk videót, igen, találtunk. Egy olyan videót találtunk, amiben én azt hiszem, hogy egy tükör mögé belejtett kamera volt, a két ilyen tíz éves forma lány tudott, tudott kamera van, csak valószínűleg azt nem tudta, hogy mire van. És ők bohózkodtak, messzelen felső test, így játszották, hogy az izmaikat mutogatják, és viháncoltak. Ez volt a tartalom. Hát nem az van, hogy bántottak ott egy lányt, hogy szexre kényszerítettek. Hát nem egy nagyon szörnyű videót találtunk. Mászdink volt, és igazság szerint ténylegesen csak azt tudom mondani, hogy szerencsénk volt, hogy nem vettünk ilyen formában, nagyon szörnyűben részt. De az a videó is pedofil tartalomnak számít, mert tuti nem mondták meg a lányoknak, meg a szüleiknek, hogy azt a videót miért készítik. hogy nem mondták meg. Hát meg kikerült az internetet, nem is. Kikerült az internetet, és egész biztos, hogy benne, az engedélyük nélkül került ki az internetre. Meg így, Ezért? Meg, egy be, hogy belegondolok a mai tínédzserek milyen könnyen a Darkneten itt ott, körbe tudnak nézni, és milyen tartalmakat tudnak találni. Nem az, úgy, mint a gyermeki kíváncsi, nem az, hogy van ilyen hajlamuk. Nem, nem ezért és, csináltuk mi se. nem tudtuk, hogy és az ez milyen hatással ez a az ő szexuális fejlődésükre, hogy hello, látnak ilyet, mert ilyet most senkinek se kéne látni. Igen, hát meg leginkább jól, nem, nem, nem csinálnának ilyen felvételt, nem is na, ennal... ne, ne tehát mind, minden, probléma, minden problémás. És és az van, hogy képzeljük el, hogy mi akkoriban valószínűleg nem volt ilyen internet megfigyelés, még ez a nagyon. Tehát mondom, ez akkor a korszakban volt, emlékszem, hogy a betársadós nézet, hogy hallgattuk, hogy ment ez a. Tehát így ebből a korszakból. Én tudom, miről beszélsz, lehet, hogy Igen, ez egy nagyon-nagyon vicces téma volt, hogy akkor egy ilyen videónak a letöltése, mondjuk egy, egy két perces rossz minőségű videónak a letöltése, egy éjszakába került, mert olyan szintű volt. És hát mondom, tényleg csak a, csak a mázli belegondolva, hogy, hogy mi nem valami szörnyűséget találtunk ennek okán. De erről érdemes beszélni, hogy egy fiatal adott esetben nem, magától nem gondolna bele, hogy, hogy ez is bűncselekmény. Te akkor részt veszel abban, hogy ilyen tartalom készüljön. És hát ugye a legrosszabb verzió teljesen egyértelműen az, ha valaki ténylegesen elkövetővé válik most még egy pici empátia játék, hogy szeretném, hogy a tennénk. itt még annyit szerintem mindenképpen tegyük az, hogy a Kenny karakterét, a filmbeli karakterét árnyaljuk, hogy ott vannak, hogy oké, okay, őre kell menni, meg kell ölni a másikat, Kennynél van a fegyver, és ő maga ellen fordítja, tehát itt is, hogy tudja, hogy ez nem jó, ő nem akar embert ölni, ő ki akar ebből az egészből szállni, és ő öngyilkos akarna lenni, csak hát az a fegyver nincs csőre töltő, nincs benne töltény, tehát itt is ez árnyalódik, hogy a másik pedofil ő, vagy másik karakter, most a pedofil nem tényleg valóban megtörtént, vagy, vagy, olyan szinten csak hajlan, mint Kenny, de ő, ő képes lenne önre menni. Kenny karaktere meg, meg valahogy ebből az egész purgatóriumból ki akar a szakadni, csak hát egyre mélyebbre került sajnos, de, de ő tudja, hogy ez, ez nagyon nem nagy, tudunk empátiát érezni az ő karakterével. Igen, és nekem az a zseniális a, ebben az epizódban, hogy ö, nem arról van szó, hogy ez a pedofil téma kapcsán, vagy akár a, mondhatnánk ezt a fehér medvénél, hogy a gyilkossal kellett együtt élni, gyerekgyilkossal kellett úgymond együtt élnünk, Nem azon, hogy így az arcunkba tolja, hogy már pedig most érzékenyedni fogsz. Tehát te fölállhatsz erre a film után úgy, hogy megváltozom a véleményem, és azt mondom, hogy akkor rohadjon meg Kenny. Te fölállhatsz úgy, nem tolja bele az arcodba, hogy már pedig neked mit kell gondolnod. Tehát megfordíthatod magadban azt, hogy akkor, akkor, akkor bűnös volt Kenny, akkor megérdemelte. El. Fölkelhetsz elő úgy, hogy csak megadja neked a lehetőséget arra, hogy esetleg átgondold. De nem tolja le a torkodon, hogy már pedig neked most más kell gondolnod. És szerintem ez zseniális, hogy csak tényleg a legjobb módon érzékenyít, a legfinomabb módon, hogy gondolj bele abba, mert már megpróbált együtt érezni, hogy nem olyan könnyű annak, aki ezzel a teherrel születik. Mert Attila, én meg te nagyon könnyen nem molesztálunk gyerekeket, mert nincs igényünk rá. Hát ez az a... De van bennünk empátia, és tudunk ez azonosulni, hogy de rossz lehet ennek, az az, az az hogy dicséretes a kecskének, hogy nem evett húst. Hát mi nagyon könnyen mondjuk azt, hogy hát mi teljesítettük a diétát, hát, és erről a hogy, hogy egyrészt természetes módon minden átlag normális ember, ha nincsen valami, nem tudom, pszichopátiája, vagy, vagy, vagy valami torzulása, akkor a gyerekeket az védelmezi. ez egy, egy természetes ösztön. És egyfelől védelmez a gyereket, másfelől nincs is igényed arra, hogy a gyereket molesztáld, ennél nagyobb diszonancia a fejben, hogy akkor hogy lehet elkövetni, nem lehetne. Nem véletlen van De az, ezek nem az, is hogy a... Hát sokan embert, én például nem tudnék embert ölni, tehát hogy itt van most a háború, orosz-ukrán háború, én inkább menekülnék, egyszerűen nem ha hatalmazom fel magamat, hogy most fegyvert vegyek, és valakinek az életét elvegyem, még úgy is, hogy az, az én életemre tör, meg a hazámat el akarja venni. Nem, én, én nekem az erkölcs kódexemben nincs meg az, de ez én vagyok, én egyes szám első szemében, hogy én nem vagyok hajlandó ember. Valaki meg 50 dollárért lelő más, vagy, vagy féltékenységből lelő más, tehát hogy kinek hol van az erkölcsi határa, a tíz parancsolata és társa is. Itt ez, a, sok nézünk, meg lehet, hogy hú bakker, de igaz van ennek a trollfésznek bűnhődjenek ezek a szemét geciládák, Igen, öljék csak meg föl egymást. lehet, föl lehet állni erről ettől a filmtől úgy, hogy de akkor, de igaza volt a trollfésznek. Én, én bevallom, én nem értek egyet ezzel. Nem értek egyet ezzel, hogy, hogy a trollfésznek bármifajta fajta elkölcse van. Nem nincs. Az alónak nem Bele Tűn lehet, lehet valaki lehet, hogy bele is látja ezt, hogy ő, ő, csak büntetni akar, és, és, tényleg a mostani jogszolgáltat... De milyen bűntetteket követ el ennek nevében? Tehát annak a nevében, hogy, hogy jaj, fúj, joga, fúj pe pedofilok, Senkinek e, jaj, mocskos pedofilok, és rohadjon meg az összes, ennek a nevében követ el egy csomó szörnyű büntetet ennek szerintem semmifajta elköltsi igazolása nincs. Ez egy nagyon-nagyon szélsőségesen rossz önbíráskodás. Ez rosszabb annál, mint hogy az ember kirtelen felúlandulásból van, és lekevert a valakinek, aki egyébként mondjuk elkövető, lekevert egy pofont. Hát ez rosszabb annál. itt ez, ez előre kitelvelten hosszasan azon való élvezkedés, ez egy szadizmus. Hogy, hogy azt nézem, hogy hogy kínlódik ott a, a szerencsétlen, így felülről. Hát akár majdnem egy szinten nézve. van, tehát mind a kettő bűn, bűn, tehát egyik se jobb, mind a kettő börtönbűn. erről meg fed már beszél, hogy a, a börtönbüntetés, a börtönbe való helyezés 5-10-20 évig, az mennyire rehabilitálja, mennyire segíti az adott embernek az életét, hogyan tud integrálni, és Kenny is, és akkor spoilerek ő lesz a győztes, ő nem tudom, kézzel, kiharapta a másiknak a nyakát, hogy nem, nem ezt... mutatja meg, de a lényeg az, hogy azt látjuk hogy Ken is sétál onnan el. Nagyon véresen, ő, véresen. Is, ő is eléggé sérült, de ő győzött, és akkor hát nem tudom, hova akar sétálni, itt valószínűleg már el van borulva az agya, és akkor hívja az anyja, hogy végül a trollfész látta, hogy oké, okay, megküzdöttél, de még mindig nem engedlek el, szóval bűnhődjetek is szemétládat. Hát kikerült a videója. Kikerült. Tehát a a zsaroló ugyanúgy nem teljesítette az ígéreteket, hazudott végig, és mindenkinek elküldte azt, hogy ő mire ez a vége a történetnek. Meg ]nek. mindegyik zsaroltnak. Tehát volt az tehát, összes a, többit is végignézhetjük. O, igen. Konkrétan volt egy, kettő, három, négy, négy személy, akiről kiderült, hogy zsaroltak. Tehát volt a futásrát, volt ugyebár a, a, a boss, a CEO, vagy nem is tudom, aki rasszista. Ugyebár a kettő főszereplőnk, tehát mindenkiről kiderült, hogy mi történt vele? Tehát a zsarolt nem engedte, hanem még egyet rúgott rajtuk. Mindenki megkapta a trollfészt az okostelefonjára, meg mindenkiről, amivel megsorolta, az, az kiderült a, a világon. Tehát ez egy tényleg egy aberált, bűnös jellem, akik ott teszik a popcornt a monitor előtt, és, és örülnek, hogy tönkretehettünk jó pár embert, jó pár családot. Én még visszatérnék egy pillanatra a kecskére. <laughs> Így, <Nyugodtan. gül> most nagyon röviden uh, fogalmazva, uh, beszéljünk egy picit a pedofília és a melegek kérdéséről. És szeretném hangsúlyozni, nem mi szeretnénk összemosni, hanem már összemosták. Mi most ezt így visszafele szeretnénk elkövetni, ezt a dolgot, hogy ha már összemosták, akkor beszélgessünk már bizonyos szempontból különbségekről és vagy hasonlóságokról, mert Bizonyos szempontból természetesen van hasonlóság, mert mindegyik egy szexuális irányultság. Én most nyilvánvalóan a kettek semmi köze egymáshoz, hát ez a a narratív, amikor egy kalap alá vonják őket, ez, ez, ez ilyen kritikán alul dolog, mert semmi köze a kettőnek. Lehet persze olyan, hogy valaki homoszexuális és pedofil. Meg lehet olyan, hogy egyébként valaki bántalmazó személyiség és pedofil. Tehát ez, ez, ezek lehetnek így egyben, csak ez semmi szükségszerű nincs. Hetero-ként is lehet egy, lehet egy bántalmazó. Ja, egy, még, még, egy ilyen mielőtt ebbe a részbe belevágnék készült egy érdekes felmérés, aminek számban nagyon megdöbbentő volt, hogy kifejezetten már a börtönben ülő pedofil elkövetőket vizsgáltak. Hát nyilván azzal, hogy ők pedofil, azt gondolták, hogy ez a pedofil elkövetők, azok hát ezért ülnek ilyen cselekményi jönnek börtönbe, hát azok nyilván pedofil hajlamok, hát mások lennének. És csak valami 14 uk volt, azoknál volt bebizonyítható, hogy azok. És akkor ez Na, nem, tudod, nem tették? Tették. Meg öt emberrel beszéltek, vagy olyan sok pedofil, nem tudom, egy pedofillal, vagy ötven, hogy ez mennyire reprezentatív, de jó, legalább van ilyen. Nyilván, szem. igen, ezt jó, hozzá, hogy én egy ilyen cikket találtam, persze feltehetjük, hogy tévedett. De meg, de meg minden tíz ember, 10 pedofillal beszéltek, de nem, nem kötözködni akarok, csak itt Nem így csak, a csak beszéltek, ők megvizsgálták őket, az itt az orvosi vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok voltak, és a, igazából amit mondani akarok, hogy arra jöttek rá, hogy nem feltétlenül azok ülnek pedofil pűncselekményért, akik konkrétan pedofil hajlamok, hanem azok az emberek ülnek, akik erőszakra hajlamosak, akiket az uralkodási erőszaktételre hajlamosak. Ezt, ezt, ezt azért gondoljuk egy picit végig. Hát az van, hogy van egy ember, aki ő magát az erőszakot, a másikon való uralkodást élvezi. Ez az ember nagyon szívesen erőszakodna Mike Tysonon is, csak nem nagyon menne a legkönnyebben a gyereken megy. Tehát nem kell ahhoz pedofil elkövetőnek lenni, hogy valaki pedofil, tehát pedofilnak lenni, mint hajlamunak, hogy pedofil bűncselekményt kövessen el, hogy szexuális erőszakot kövessen el. És nagyon durvák voltak az alányok. És ezzel párhuzamosan, majd azt a cikket is beteszem, sikerült találnom egy ilyen cikket, az is. hát nem véletlen, hogy mennyire nem a dolog ez a, az a pedofília egy embert, aki bevallotta, és kiállt azzal, hogy én, én ez vagyok. És elmesélte a történetét, hogy ő, amikor erre az egészre ráeszmélt, vagy fölismerte magában, ő ön, öngyilkos is akart lenni, nem bírta elviselni a saját, a saját létét, és, és napról napra küzdött ezen, és konkrétan az sztoriba benne volt az, hogy megbízták azzal valami rokonnal, hogy vigyázzon a, 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 unoka tessé, a unoka hugára? és akkor támadtak benne ezek az érzések, ő maga kérte, hogy kérlek, ne, hozzátok a közelembe. Tehát, hogy az, hogy valakiben hajlam van, az nem, abban nem következik automatikusan az elkövetés. Meg lehet tenni azt a, az elkölcsi magaslatot, hogy meg vagyok átkozva ezzel a keresztel, de nem teszem meg. Van ez a lehetőség. Na és itt, ma, itt érnék most akkor vissza egy picit úgymond a kecskére, és arra, hogy ez a hogy is zajlik lehet az egész szexualitás mi bennünk? És e kapcsán én három kis mesét, mondhatni ilyen multiverzumossal lejátszott mesét szeretnék hozni. Az első mesét mindenki ismerni fogja, mert ez a heteromese lesz. A heteromese az úgy hangzik, hogy van a királylány, természetesen a váll legfelső tornyában, ahogyan ismerjük. Naturally. Őt, ezt a vált őrzi a sárkány, és jön a királyfi, aki megmenti. Ismerjük ezt a mesét, olvastuk, láttuk. A részleteiben természetesen millió módon különböző, hogy éppen hogy van. Egyes esetekben például a férfi az konkrétan a a sekkel van helyettesítve, de a lényeg az ugyanaz, ő is a, a, annak a szimbóluma, a férfinek a szimbóluma. Tehát, hogy itt nincs igazából nagy változtatás. Na most miért fontos ez a mese? Azért fontos ez a mese, mert amikor mi növünk fel, és ilyen tini gyerekkorban először érezik bennünk, hogy a saját szexualitásunkat megismerjük, akkor van mihez nyúlnunk. Van egy ilyen kulturális pont. És hatalmas szerencség van nekünk Attila, hogy mind a ketten hetedok vagyunk, mert nekünk ezt a mintát ezer csatornán tolták az arcunkba, és nem kellett egy szorongást átélnünk, hogy hát mi ez az érzés. Én egyébként emlékszem a pillanatra, amikor rájöttem, hogy hetero vagyok, csak hát ez nem egy akkor nagy coming out. Tehát ez, ez, ez nem egy akkor nagy dolog. De én emlékszem rá, amikor rájöttem harmadik osztályos koromban, ezt is nyugodtan elmondhatom, mentem hazafele, és így hülyeségből mondtam magamnak, hogy milyen jó kis udvarlás volt ez, beszélgettem ott egy lányal, és akkor így kezdett leesni, nekem tetszik az a lány, én szeretek ránézni, én fú, de én, hú, te jó Isten, én megfognám a kezét, én megölelném. Úristen, és így, így jött be, be hogy én így rájöttem. Na, akkor menjünk tovább, hagyjunk a mesével. A másik vezúja a mesének, ugye ez nem nagyon elérhető. Otthon például azért már dudodóra A mese igazából csak annyival módosulna, hogy királyfi van a torony ablakában, vagy királylány és királylány van a királyfi helyett. Ugye ez Akár. opcionális. Ja. Ez egy opcionális dolog. És ez a meseverzió, mivel nem kapja meg ott esetben mondjuk a mi időnkben, a mi gyerekkorunkban biztosan nem kaphattuk meg egy magyar gyerek, ezért nincs mihez nyúlnia, amikor elkezdi érezni. Helyette az fog történni, hogy ő kvázi belső elvárásként érzi magával szemben, hogy viselkedjen úgy, mint mindenki más a idézőjelben normális, mert ezt látja. És azért lenne fontos, hogy ne legyen ledalálva az a könyv, mondjuk talán Nyugat-Európában már ugye nincs, hogy ilyenkor... Nem, a nincs, meg ott több nyelven kiadták. Több nyelven ki van adva, meg lát ilyet, hogy ne egy szolongás élményt éljen meg az a szerencsétlen gyerek, hogy ami most ő érez... Hát meg felnőtt, hát. hát igen, utána később már felnőtt is. És ugye van ez a félelem, és nekem ez a nagy kattanásom ez, és csak ezért hozom ide a, a homoszexualitást egyedül, Uh, van ez a félelem attól, hogy összebúzízzák a gyereket, ugye ezt így szokták mondani. Hogy ezért, mert, ezért nem mutogassuk nekik ezt a kövesekönyvet, mert összebúzízzák a gyereket. Pont fordítva történik meg, hello, a szerencsétlen kevés homoszexuálist heterozzuk össze, mert nem mutatunk neki olyan mintát. És ezért történik meg, hogy van olyan sztorik, hogy már házas, van két gyereke, és azután jön rá, hogy úristen. Ugyanis a szexualitás az csak egy részben hardware, egy másik részben az egy software. az egy eltanult viselkedési dolog, amit látok kívülről. És ez a kettő akár egymással ellentétben is lehet. Na most ugye ennek tulajdonképpen a történetünk köz nincsen köze. Én egyetlen egy dolog miatt meséltem, mert egyrészt szerintem egy fontos téma, és ide lehet kötni. Másrészt akkor most játsszuk le ezt a gondolatmenetet a pedofillal. Őnek, ő mihez fordul? A sztoriban ő nem a királyfi, nem a királylány, legyen az bárhol, akár a toronyban, akár lenn a lovon, ő a sárkány. Ő az én, rém, akivel rémizgetnek a szüleink. Na most ezt kéne valahogy megérteni, hogy ez nem segít senkinek. Milyen, milyen verziói vannak, most bocsánat, hogy sokáig, de sokáig fogok beszélni. Nyugodtan hát ez a a egy, ez egy Nagyon fontos rész, hogy én most ezt hosszan elmondjam. A, az a nagyon-nagyon fontos, amit meg kell értenünk, hogy milyen opciók állnak rendelkezésére egy pedofilnak. Az első pont, amin mindegyik átmegy, az a szorongás élménye. Tehát ő érzi magában, hogy valami nem úgy működik, ahogyan kellene, és van benne egy ilyen diszonancia. Na most van egy olyan opció, hogy az egész életét végig szorongja, aztán nem tudom, gyomorrákkal alakítja, és majd meghal benne. Jó ez? Hát szerintem nem jó egy embernek szolongással élni. Most azt az opciót mondtam, hogy az ember nem követett el semmit. Van egy másik opció, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tudja szolongással élni az életet, és véged vet az életének. Ez jó? Hát én nem látom, hogy jó lenne. És van egy harmadik verzió. Aki, aki megteheti, van, aki azt mondja, hogy tudjátok mit? Szörnyet akartok? Akkor eljátszom nektek. Most azt kell megérteni, hogy az én mondhatni védőbeszédem itt a nagy a pedofilok mellett, az nem azért van, hogy őket védjem. Én a gyerekeket védem. Ha ennek az embernek adnánk lehetőséget arra, mármint a pedofilnak, hogy beszéljen erről, segítség ez, forduljon, segítség nyúlhasson, hogy ő, hogy ő megállhassa. Én, én ehhez nem értek. Nem tudom, hogy mit kellene csinálni vele még most a pszichológia Fogalmuk nem nincs. Mi hát, mióta foglalkozunk pszichológiával? De nekem volt, ez nem tehát... is dolgom. Nem dolgom nekem megmondani, hogy de azt kell csinálni a pedofiloknak, hogy és akkor az majd megoldja. Ez nem az én feladatom. Van erre ember. Egyébként én nagyon szívesen menném hogy egy szexuális pszichológusra egyszer beszélgetni a téla erről a témáról. Én első között hallgatnám élvonalba a, a beszédet erről. A belegondolsz, Sigmund Freud is majdnem száz éve halt meg, tehát 39-ben, 1939-ben halt meg, és mennyi mindent alapozott le, és előtte hol tartott, a mit gondoltuk a pszichológiára, és még, még 50, meg 100, meg 200 év múlva, meg most mondok itt tök abszurdot, tehát robotokat fejlesszük, lehet, hogy lesznek olyan robotok, ahol mondjuk, pedofi, akiről tudni, hogy pedofilok elzárva, valami olyan kommunálba, valahogy kérhetik ezeket a hajlamaikat, valami olyan robotokon, és akkor nem emberek. Tehát annyi Ti, minden van lehet még. Lehet, igazad van, Attila, de ne én legyek az, aki megmondom, hogy ez a megoldás. Mert az is lehet, hogy valaki kihozza, megoldás, mondtam, csak most így kihozza amit? azt, hogy ez nem jó, mert hogy mert, mert az mondjuk mond, dolgja lenne. Tehát, hát érted, meg, akar, meg a robotok mellett nem, valaki tud, hogy kiállnak az állatok mert valaki meg a robo robotokkal ne történjen. Akár ez is lehet. Tehát én nem akarom megmondani, nem hiszem, hogy annak a tudásnak a birtokába vagyok, hogy én megmondjam, hogy hogyan kell, csak legalább kezdjünk el beszélni róla. Mert minden probléma megoldása a diagnózissal kezdődik. Hogy van ez a probléma, hogy ő nem beszélhet, és ennek egyik leágazása az, hogy ő belőle elkövető válik. Meg ők is emberek. Hát emberek, egyébként emberek. És ugye láttuk a másik kettő leágazást is hogy vagy végigszolgálja azért, életét, vagy kinyírja magát. Én nem tudom azt mondani, hogy ha bárkire, hogy az a megoldás, hogy ő nyírja ki magát. Hogy e e ezt én nem tudom így mondani. Az én, én, humánum ellentétben áll ezzel. Most ha valaki természetesen elkövető volt, azt csukják le. Szóval, ha valaki... Kapja meg a büntetését. Én, annak elnél, hogy megértem, hogy ő erről nem száz százalékosan tehet, mert nem kérte, hogy ez legyen. Én ettől nem mostatom ki az elkövetőt. Aki bántalmazott egy gyereket, csukják le. De nem szükséges őt nyilvánosan téren karóba húzatni, mert fölösleges minek. Meg az a fokú gyűlölet sem, amíg nem követett el, meg ez olajat a tűzét, Én... a hasonló szabadlábon lévő pedofilokkal, mert vannak nem tudom mennyi, fel, tehát a 8 milliárd emberből mennyi lehet pedofil, de hogy ők hogy harcolnak, milyen dilemmáik vannak, miket akarnak elkövetni, hogy -e, tehát ez annyiféle fajta ember, és nem lehet nem mindenki Amerikában van ilyen térkép, hogy hány pedo bejegyzett pedofil él a közeledbe. Nem ez valami borzalmas. Borzalmas bélyegzés, hogy így, egy, ilyen, egy ilyen megbélyegzés, hogy ott állsz a térképen, hogy te ott vagy, és te vagy az. Ez létező dolog. Nem a sárga csillag. Hát ez egy a sárga csillag. Tehát, ez így létezik is. Természetesen én értem a félelmet, hogy mondjuk te, mint apuka, nem szív, tehát én megértem, nem szívesen veszed azt a gondot, hogy a szomszédom az, és nekem meg itt van a gyerekem. Én ezt értem. De ez a megoldás rá, hogy elteszünk egy sárga csillagot? Nem, ez egyértelműen nem megoldás rá. Szóval én azt, azt és hiszem, a, hogy... És ez... amúgy meg a részben ott meg pusztuljon a férgeset, dögöljetek meg, öljétek Igen. meg egymást, és biztos valaki... És ott is van hiba a, a szoftverben, a nézők között, hogy Paszki ezek tényleg megértemelték, és jó, hogy ilyen büntetést bű, érdemes, lehet, hogy még rosszabb büntetést érdemeltek volna meg. Szóval emiatt is hogy áld, áld egy ilyen miről, hogy. Aha, Ezért jó ég, tartottam ezt a legjobb epizódnak. Annak idején a bevezetőben, hogy említettem, hogy ezt tartom, mert ez az epizód mutatott nekem egy olyat. Tehát nekem az az érzésem, hogy ez olyan, olyan volt, megnézem ezt mint hogyha, mondjuk én nem 23-ban néztem meg, de mint hogyha 1900, tehát most ezt ma néztem volna meg, mint 1923-ban néztem volna egy filmet alól, hogy fogadhassanak örökbe a melegek. Tehát egy, 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 olyan szintű progresszív dolognak gondolom ezt, hogy ez, ez szerintem egy mérfőkő lesz, és száz év múlva erre fognak hivatkozni erre a részre, hogy hello, itt kezdődött el valami, itt jelent meg először talán az a gondolat, persze tévedhetek, lehet, hogy nem ismerem én a világtörténelm irodalmát, meg nem tudom én mit. Egyébként kerestem ilyen rá, mert ugye sok mindennel kapcsolatban keresgéltem, hogy van egy irodalma. Nincs, nincs irodalma ennek, hogy nincs ilyen, hogy egy, egy, egy pedofil költő leírta a gondolatait, és megjelent a vers. Nincs ilyen, hogy az ő szorongásáról kapjunk valamit, nem merte leírni, vagy nem merte kiadni. A fiókban rohadt meg, hogyha volt ilyen. Hogy valaki ezt a szorongást mondjuk például leírta, az egy, egy mekkora lenne pedig, hogy, Úristen, vágyok egy olyan dologra, amivel bántanék valakit, és nem teszem meg, mert az elkölcsön megakadályoz, és szenvedek. És ez pedig ez e e e egy hatalmas dráma lenne, egy iszonyat jó dráma alapanyag, és nincs ilyen. Mert annykor a bélyeg lenne, hogy nem merném megtenni, mert megdincselnék. És pontosan tudjuk, hogy megdincselnék, és dincselik is a börtönökben. A börtönökben van egy, egy hamis elkölcs a, a, a tekintetben, hogy a, a a gyilkosok, a sorozatgyilkosok, meg a különleges kéletlensége elkövető gyilkosok egy ilyen önön állította piedesztáról ütig verik, vagy akár kinyírják a börtönben a pedofilokat. Ami semmi másról nem szól, nem arról van szó, hogy ők, ők ö, annyival jobbak lennének hanem egyszerűen az van, hogy a kegyetlenségeiket, amit akarnak csinálni, ezzel önigazolják. Ez ez elfogadott csinálják. kódex, hogy igen, a pedofilokat lehet. A pedofil az a mindennek az alja. Az tényleg, a leg a, a csoportot meg akarjuk találni a világon, akkor azt úgy hívják, hogy pedofil. És szerintem nincsen rendben. Ö, még egyetlen gondolatom lenne, hogyha valaki esetleg nem de végig hallgatta minket. Ami, ami ha, de ezt még nagyon fontosnak tartom, hogy el, elmondjam. Mert szerintem alaposan kifejtettem én a gondolataimat. És hát aki meg nem hallgat minket végig, hanem csak ilyen belepölget, annak valószínűleg sokat nem segítek. De a teljeség igénye miatt azt gondolom, hogy ezt fontos elmondani. Miért is én itt a pedofilokat? Mert le lehet ugye ezt egyszerűsíteni így. Hát talán csak nem pedofil vagyok, ugye? Ilyenkor jöhet ez a vád. A világ legszörnyűségesebb gondolata az. És az látnom azt, hogy a világ arrafelé tart, hogy engem, csak egy olyan ember képviselhet, aki ugyanolyan, mint én. Tehát ha én egy bántalmazott nő vagyok, akkor csak egy bántalmazott nő érzhet velem együtt. És én, mondjuk én, vagy én ennek egy politikus, én ugyan már nem is, nem is, merülhet fel az a gondolat, hogy én képes vagyok arra, hogy együtt érzek egy nővel, bár nem vagyok az. Együtt érzek egy feketével, bár nem vagyok az. Együtt érzek egy meleggel, bár nem vagyok az. Hogy egy bántalmazottal, bár nem vagyok az. Tehát az a kérdésem, hogy ez, ez tényleg rendben van így, hogy tagadjuk az empátiát? Ta tagadjuk azt, hogy létezhet olyan ember. Én tudom, hogy a politikusok nem éppen a legjobb színvonalon állnak, de a, a lehetőségét is tagadjuk annak, hogy valaki képes erre. És ugye ez az egész a direkt utána néztem, úgy hívják ezt a kifejezést, hogy a képviseleti szingularitás. Amikor téged Méreg Attila, már csak egy másik béreg Attila képviselhetne, vagy tulajdonképpen te csak saját magadat. Mert ha már csak egyetlen attribútumod van, hogy nem tudom én, Magyarországon született, korábban ápolóként dolgozó, szakállas, most mondom a tulajdonságaidat, nem tudom én hány cent is, és Ausztriában élő Ilyen így férfi. kuva rendelkező, blablabla, bla, bla, minden is, valahol eltérik, mondjuk az, hogy ugyanilyen, mint te, de nincsen gyereke, akkor ő már nem jó, már nem felel meg. Ez, ez az, ami szörnyű. Kérem, ezt ne csináljuk. Lehet, hogy ne csináljuk. Ilyen, ilyen világ felé, tehát nagyon. Én ezt volt, érzem. Ezt érzem. Hát a női kvóta például erről szól. Azt képzelik egyesek, hogy egy nő jogaiért csak egy nő állhat ki. Hát ez akkor a hülyeség oh, már. Ez, ez egy témát és Szerintem nem baj, hogy van ez a női kvóta, meg kell higítani, meg kell a nőknek is hangot teret adni, akár ilyen erőszakos módon van, szinte, de ez is át, minden át lehet esni a ló erre megért azok, hogy ez kiveri a biztosítékot. Kiveri a biztosítékot, igenis kiveri a biztosítékot nálam, mert ezt nem veszik észre, de ezt külön adást megérdemel a női kótával beszélgetés, hogy én miért nem értek egyet vele, azt feltételező, hogy csak egy női eszet együtt egy nővel. És azt különben meg nem veszik észre, hogy attól, hogy nő csak a er, er, nem. Er, er, erre, úgy vannak kutatások, tehát Barabás is mondja, hogy egy tudományos csapatban amúgy, ahol van tíz ember, és abból a 10 emberből a 10 pasi, azok rosszabban működnek, mint ha 9 pasi egy nő. Tehát egy csapatban, egy hálózatban is a női oldal, a női gondolkodás, a női agy behúzalozása segíti azt a tevékenységet. Tehát ezeknek azért vannak már eredményei, hogy ha homogén egy csapat, az és az legyen mondjuk egy három Igen, senki parlamen, nem hogy homogén a csapat. Most is vannak női politikusok, és én tudom, nem akarok sok aktuál a politikát, de kevéssé érzem, hogy a Hoffman Rózsától, meg a, a Lendvai jobb lett. Tehát nem hiszem, hogy az a minősége... Ez, ez nem tudok Nem igen. hiszem, hogy az a minősége, hogy ők nők, hanem esetleg azt kéne vizsgálni, hogy jó, jó politikus-e. Ezért tudom, hogy nehezebben vizsgálhatom, hogy mi a neme, mert azt könnyebb megállapítani. És az a baj, hogy egyébként jogos a felvetés, hogy a ez se ért mindenki egyet, hogy a nők azok így ö, szívnehezebbek, érzékenyebbek bizonyos dolgokra, érzelmesebbek. És hogy ennek jó helye lenne a parlamentbe. E ezzel én tökéletesen egyetértek. Csak lássuk be, hogy az a fajta nő, aki ezt ténylegesen a való életben reprezentálja, az otthon süti a palacsintát, nem tud belángatni a parlamentbe. Ez nem, nem így működik, hogy attól, hogy több ilyen nő van, jóval több, mint férfi. Attól, hogy te írsz egy női kvótát, semmi más nem csinálsz, mint azokat a nőket, akik azok közül, pont a pszichopatában, azokat rakod be. Hát, lesz annyi elég, hogy egy parla menni, hogy a 100% nővel töltenéd fel, lesz annyi olyan nő, aki egyébként nem kéne, hogy ott legyen. Ezért nem érvényes nekem valami kvóta, bocsít. Tehát... Semmi baj, semmi baj. Meg, meg ilyen alapon lehetne, többek kvóta lehetne, fekete kvóta lehetne. ez vagy ki, kisarkítod <laughs> ezt a témát, de amúgy tényleg simán megír, megír egy adást. De mm, Kelinek a történetét még szerintem annyiképpen fejezik be, <laughs> hogy, hogy elkapja a rendőrség. Tehát az any végzett az ellenfelével, sétálna valahova haza, bárhova, mert most már tényleg elkövette, amit el kellett követni, most már feloldozás, elengedés van, eltelt egy nap, kifordult a világ magából. Ah, bocsánat, bocsát, nem tudtam lenni, mit egy Danit, és, és hát az anyja hívja, és mindenkiről, mint róla is kikerült a felvétel, az anyja, ki, hát egyszerűen nem tudom, mit érezhet az anyja, tehát az is egy durva érzés, de csak telefon, telefonban hallunk tőle pár mondatot, és a rendőrség elkapja. Tehát ő bekerül egy büntetés végrehajtási intézetbe, tehát ahogy így rugdossa a forgatókönyvíró, meg a részben az élet ezt a karaktert, és nem azt mondom, hogy konkrétan ilyen megtörtént valakivel, de megtörténhet valakivel, nem az, hogy zsarolás, csak hogy pedofil kiderül, nem is követett el, csak hajlama van, börtönbe kerül, és a börtönbe mi történik vele, tehát ezek ilyen szomor, olyan, olyan, mélységes és, és, elszomorító víziók, és tényleg nem ezt érdemes. szomorú a vége. Nem tehát a Kenny megbűnhődik. Ez hát többszörösen. Ez a vége, hogy ő megbűnhődik. Hát meg úgy, hogy ő amúgy gyilkos is lesz, tehát ő örökre... Tehát gyilkos lesz, abló lesz, meg oda az eredeti bélyeg rajta, hogy ő pedofil, aztán kezdjünk ezzel valamit innentől kezdve. Tehát valószínűleg a, a börtönben, meg nem fog Eléggé kódolva van, hogy ő neki már különösebben jó élete nem lehet. Ha egyáltalán nem végez majd magával. És, és ez egy nap, napnak egy, a... Nap, 24 óra alatt egy ember így le van rakva. Tehát ez, ez szörny és ide is el kellett jutni, hogy a társadalom ő tudta, hogy mennyire nem normális és ez nem tudott kihez fordulni meg lehetett zsarolni etc. etc. etc., etc. Te, emiatt is jó ez a, ez a sorozat és, és hát amúgy ajánlom, hogy valaki megnézi a részt, a, a, a Radiohead-nek a Exit Music for a Film című dalszövege, meg a dal is amúgy nagyon-nagyon passzott, tehát aki vágta a rendező, nem véletlenül rakta a végére ezt a dalt ne, ne hagyjátok magatokat zsarolni részről, meg, meg ha bármilyen problémátok van, Fodjátok akár pszichis, szexu, szex, szexuális, magányosak vagytok, tehát így, így a COVID óta, COVID után háború, annyi minden van, és, és hogy mi is ezekről beszélünk, nem véletlenül beszélünk is. Ha ez az adás egy embernek segít abban, hogy beszéljen arról, hogy magányos, depressziós, van öngyilkossági hajlama, bár, Amúgy én is elgondolkoztam úgy az öngyilkosságon, most ez miért lenne jó, hogy lenne jó, én szeretek élni. Volt az ismerősi körömben többen, akik öngyilkossággal próbálkoztak, volt, aki meghalt sajnos. Én nem a homoszexualitás is elgondolkozom, hogy homoszexuális, vagy érdekelnek a férfi, nem, tehát én heteró vagyok, de, de maga az, hogy lehetnék, érdekel, ismerek, mélyebben nem beszéltem a homoszexuális ismerőseimmel, de én is elgondolkozom, hogy vagy akkor hetel, vagy biszexuális vagyok, tehát az emberek gondolkoznak, tehát nem egy kétdimenziós életünk van, rengeteg hatás ér minket, rengeteg érzelm van, főleg ebben a 2023-as világban, tehát minket egy nap alatt annyi inger ér, mint nagyanyáinkat egy év alatt, és hát ezek mind-mind hatással vannak ránk, pozitív és, és negatív értem és, és egy ilyen rész, ez egy 40-50 perces Black Mirror rész, vagy ez a beszélgetés, ami most hossza, már majdnem dupla annyi idő, mint maga a rész, de hát mégsőnk meg lehetne még többet beszélni, hogy is van egy nagyon jó kibeszélője. Erről annak a, a, a videóinak a linkje is benne van a, a résznek, vagy ennek a podcastnek a leírásában. Szóval, hogy foglalkozzatok magatokkal, és kellek, emiatt is jó, hogy vannak ilyen sorozatok, mert nagyon sok gondot, nagyon sok szelencét, nagyon sok olyan témát kinyitnak, amiről kell beszélni, és tök jó, hogy, vagy lehet beszélni akár sorozatban, akár itt egy ilyen rádió stúdióban. Ne féljetek attól, hogyha valami titeket felzaklat, vagy elszomodít, mert ezek az érzések nem véletlenül vannak. Ezt a természet okkal alkotta meg, hogy te tudjál szomorú lenni, tudjál félni, tudjál szorongani, és az, hogy ez a rész, ez, hát nem éppen egy pozitív kimenetelű, ennek oka van, pont azért, hogy elgondolkodj bizonyos dolgokon. Úgyhogy ettől ne tartsatok, és nézzetek a És uh, érkezik majd még egy-kettő rész. Uh, beszéltük, hogy még az, a következő évadok közül, és most a fejből nem tudom melyik részeket, de akár az első évad első részéről is beszéltünk, mert hát, hát, van, van aktualitása, van jó témája, és megértem, hogy szereted, hát nem szereted, de fontos neked, vagy, vagy a legjobbnak, talán nem tudom mi a jó szó legjobb, vagy mit mondanál? Hogy miért, a legjobb sorozatnak tartom, és annak ellenére, hogy kijött a hatodik évad, mivel ugye antológia sorozatról van szó, és a kis részek önálló filmként állják meg a helyüket, így hiába most akármilyen rossz epizódokat csinálnának, nem tudja bemocskolni a régit, mert nem a, a történetnek a folytatása romlik le, mint mondjuk a trónok harcában. egy trónok harcát azért nem tudok a legjobbnak tartani, mert szervesen ugyanaz a sztorinak a vége nem jól van megcsinálva. Ja, itt ezt nem tudják elkövetni, ezt az epizódot nem tudják tönkretenni, mert ez kész van. És maga ez a rész azért, mert nagyon fontos témá, nagyon jól taglal, tehát annyira deep, annyira, annyira jól megfogja a témát, hogy hogyan megfogni, hogy ez a pofa be is rész annyira megmozgatott téged? Azért mozgatott meg, mert olyasmit mutatott, amit nem láttam. Tehát rengeteg olyan fontos dolog van, ami, ami érzelmileg megfogó eddigi részekben is. Csak nem érzem azt, hogy ezen, ezen az úttörő. Tehát ez egy, ez akkora plusz, hogy ezt én úttörőnek érzem, hát kezdőpontnak érzem egy, egy, új témában. Hát maga a Torolfész lehet, hogy ő egy szülő, akinek tényleg megölték, megerőszakolták a gyerekét, és a büntetéstől kezdve, a, a revenge, a, a bosszútól kezdve, annyi minden benne van, egy ilyen 40, -40 perces részben, is, és, és tényleg elvileg Hát a főszereplőink uh, gyarlók hibáztak, de mégis ők a főszereplők, és, és tudunk velük együtt élni, tudjuk sajnálni őket, rukkolunk nekik, és a végén meg elgondolkodunk, hogy most akkor mi hol állunk ebben a társadalomban. Gondolkodásra késztet. Abszolút. Ez a többi ide is igaz, de ennél a résznél hát Meg aztán is oszt. Tehát, Páne, megoszt, vitákat tud generálni. Szerintem az egészséges vita az fontos, hogy ne véleménybújóékokba legyünk zárva, hanem, hanem érintkezzünk. Itt olyan azt, hogy a jog is amúgy hogyan nyilatkozik ezekről, tehát ebben a témakörben, a pedofiliáról, milyen lehetőségek vannak, a börtönbüntetés, hogy őket hogyan kéne integrálni, visszaintegrálni, mennyire kéne... Millió téma, és az azok a kutatni témák, kéne. ami a, kutatni ezt ami az a kvázi, ugye, én a fő témának érzékelem ebben, ebben nem mindenkihet egyet velem, ezt a pedofília dolgot, a végkifejezést, a végső pontot. De ami mellék téma volt, hogy beszéljünk arról, hogy ciki elmasturbálni, beszéljünk arról, hogy az alhatóság... A, zarohatóság... a filmklub, filmklubban így milyen visszajelzések voltak? Többen ez csak egy, hát egy vicces Squid Game, vagy így, így, milyen visszajelzés? Na a filmklub érdekes egyébként, hogy a filmklubban mi zajlott, amikor ezt megnéztük. A legtöbben egy kognitív diszonanciában voltak, nem voltak hajlandók elfogadni, hogy igaz, hogy Kenny pedofil. Tehát egyszerűen e együtt éreztek Te éves fiúk, Tehát ő nem lehet a szörnyetek a történetből, tehát az nem létezik. És tagadásban voltak, és nem tudtunk igazán beszélni erről. Ez egy ilyen szempontból egy rosszabbul sikerült beszélgető est volt, mert azt éreztem, hogy nem tudunk, nem tudjuk megbeszélni a lényegi Ez, ez online volt, vagy? még személyesen. Félig személyesen, félig online volt, ilyen mixben volt a, a az opció. És a legérdekesebb az volt, utólag belegondolva, hogy csak én, én ugye fölhoztam, hogy amúgy pedofília, és rögtön kaptam, anélkül, hogy én bármit mondtam volna, ezt ilyen szabadkozást, hogy valaki hogy nem pedofil, és hogy kerüljön annak a gyanúját is. Tehát én kaptam egy ilyen szabadkozás blokkot valakitől, úgyhogy senki nem mondott semmit. Tehát hogy annyira akkora félelem, meg akkor a tabu van ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy Föl nem merüljön a gyanú, mert akkor az, az mindennél rosszabb. És itt adódik, hogy miért vannak tabuk, és most nem akarok senkinek az életébe vajkálni, milyen vallás, milyen események, történések, traumák vannak az életében. Tehát... Ez a leg, legvörösebb, legvéresebb betű, azt hogy pedofil. Abszolút, és ezt, ezt nagyon jól megmutatta a filmklubban a beszélgetés is. Én én tervezem, hogy ezt újra, újra nézetem, úgymond emberekkel, és megpróbálom ezt a beszélgetést újra és újra lefolytatni, mert ez egy annyira fontos dolog, hogy erről lehessen. Cs ez csak egy, bu cs egy buborék, és ez a buborékban valószínűleg olyan embereket ismersz, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Tehát ez mondjuk, ez Puzsér is mondja, hogy jön a film kultúrát, a film művészetet, esztétikát bevinni, tegyük fel a gimnáziumban, tehát ezt a filmet amúgy is a gimnazistáknak meg lehetne mutatni, és akár utána egy kerekasztal beszélgetés folytatni, vagy egy rekvél, e, egy állapot. azt csomó... a blokkot, amikor erről beszélt a, a Puzsé? Hú, lehet, most én nem tudom, hogy e, visszamondani. Nagyon, nagyon szomorú volt, hogy ő megpróbálta, hogy de én önként, tehát plusz órák nem kérek érte pénzt, és nem engedték neki, hogy filmekről beszélgesse. Tehát hogy nem csak arról van szó, hogy így központilag a, nem csináltak egy filmesztétika tantárgyat, vagy filmkritika tantárgyat, vagy nem, mit mondták azt, hogy figyelj, gyerekek, osztályrőn olyan lehet, és ők így egy így kis dobva egy ilyen kétsoros is vagy amúgy azt ajánljuk, hogy tantervben például opciók miről beszélgethettek, és így egy sor lenne ez. Hát nem az, hogy itt nincs, hanem amikor valaki behozza az ötletet, és azt mondja, hogy ezt önerőből erőb, ön csinálná, önszorgalomból, nem kérek érte, tiltják neki. Most nyilván ez az ő egyedi esete, de akkor is szomorú, hogy egyáltalán ilyen lehet, hogy, hogy valaki a 20. század legfontosabb kulturális vívmáját, a filmipart, azt nem akarja oktatni, nem akarják oktatni. Lehet, hogy is van már, már változás, mert már Harry potter ez kezdve csomó mindent lehet így kötelezőennek választani és társadni, tehát én nem vagyok ennyire képbe a pedagógia. Lehet, hogy javult. Én én, hát én, én, nem, a én vagyok a én vagyok a legboldogabb, ha kiderül, hogy javult otthon, vagy bárhol jobb ez a helyzet. De amúgy ez a rész egy filmklubnak, vagy egy gimnáziumi osztálynak, vagy akár bölcsészakon bárhol tök jó vitaindító, tök jó gondolatokat indíthat, és kell, kellene ilyen, beszél, kellene ilyen filmekről is beszélni, sőt más-más filmekről, és aranypolgártól kezdve annyi minden, ami jól bemutatja, hogy hát azért igen, igen, igen szövényes az ember, a társadalmunk és azon belül milyen emberek vannak és azok az emberek hogy érzik magukat, mennyire tudnak integrálódni, maga a társadalom a törvény, hogy tekint rájuk szóval nézzetek Black Mirror-t, és nézzetek jó filmeket, ezt tudjuk ajánlani. Én bízom benne, hogy Danival még egy-kettő adás fog készülni. Hát a nyár, mi egymás, apaság, munka, mert amúgy azt Dani éjszakai műszak után van, persze tudott pár órát pihenni. Igen, ezért is késtünk azért, nem tudom mennyi volt a, nem, nem a bejegyzés volt. Nem, 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 nem Egyrészt a stúdióba vonulást, neked azért apai teendők, nekem éjszakai műszak. Hát minden adott volt az, hogy jó késő, hogy jöjjünk ki ezzel az epizóddal. De, én De külön szeretném köszön, megköszönni Atilának a lehetőséget erre, hogy erről a részről beszélhettünk, mert ez Már nekem régóta, régóta feküdt a, a fiókomban, hogy ez a, ez a, erről a témáról csináljak egy cikket, hogy írjak róla, és folyamatosan volt bennem egy, egy érzés arra, hogy hát ezt nem viseli még el a, a kultúra, hogy én erről beszéljek. Tehát volt félelmem, bőségesen volt félelmem arról, hogy nem lehet beszélni a pedofiliáról, csak azon a módon, hogy kö, kötehet a nyakába, és követ a bele is a Dunába. Tehát, hogy ezen kívül nem lehet megszólalni a témában. És azt hogy elkezdtünk erről a, a sorozattól beszélni, és, és hogy ezt a részt is elő tudtuk venni, ezt én külön köszönöm a és nem csak ez a rész jó amúgy, a Black mirror hanem több-több részben a hatalomtól kezdve a robotikán át, a technológia milyen hatása van az életünkre és, és pedofilok is itt vannak közöttünk, a modern technológia, a social media, annyi minden itt van közöttünk. Technológia, tényleg. Ebben a részben nem volt semmilyen technológia. Ez az epizód lehaladhatódott volna 20 évvel ezelőtt a szomszéd utcában. Tehát ez, 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 ebben semmi olyan nem kellett, és ettől is zseniális, hogy nem kellett behozni egy jövőbeli technikát ahhoz, hogy ez az a ész ez működjön. Na, egyébként, ha még azt kérdezed, hogy miért a legjobb rész, ezért. Hát még semmi plusz se kellett hozzá, semmi fantasmagória nem kellett és működött. Amúgy most egy Youtube-on rákereste a pedofilia szóra magyarul, hát nem sok tartalom van, hát nem sokan nyúlnak ehhez hozzá. Hírek de... talán, hogy itt olyan pedofilt fogtak el, bla, bla Igen, bla, a, bla, zsolt... bla, bla, bla. a van, mondjuk most megnézik 130 ezen, a pedofilia is én, íme a kurva nagy igazság, de amúgy de mások... Szerintem most arról szól, hogy összemossák a pedofilia, nem néztem meg, de nekem az a tippem, és azt próbálja elmagyarázni, hogy nem. Ugye ez, ez nyilván egy fontos dolog, de... Igazából... Ugyanak is van amúgy a papi pedofília, tehát azért van egy-kettő, de nem sok. Igen, de az sem az, sem az van, hogy elmagyarázza a pedofil működését, hanem azt ha taglalja, hogy egyébként miért lehetséges az, hogy ott magasabb a száma. Ezt vizsgálja. Egyébként szerintem egy picit hiányos az az epizód, de nem, nem tudom, még mennyi időnk van, Attila. Hogy... Van, van időnk, mert a Dani késik aki utána jön. Szóval, ö, hát ugye ott a, a Puzséra arról beszél, mert több adásban vettem már elő, hogy ö, amikor elfolytunk valamit, elfolytunk egy szexualitást, vagy igazából nem csak szexualitást, ez másra is vonatkozik, akkor az előtől hatványozottan más formában. És ugye a, a papi nőtlenségnek ez a, a tehe, ez ö, eredményezhet azt, hogy adott esetben akár eredetileg nem pedofia hajlamú ö, pap vagy egyházi személy is követhet el ilyet, mert egyrészt a, mivel találkozik a sok hívekkel, gyerekekkel, ott tud kitörni. Hát nem kell feltétlenül, hogy pedofil hajlamú legyen, hogy valami az a szejetet hiányosság, az a gyöngétség hiány, hiány, az valahogy kitörjön abból az emberből. És ez egy kritikája, a, szerintem jogos kritikája a celibátusnak, mint intézményrendszernek én egyébként azért azt is hozzátenném, hogy szerintem, bár igaza lehet egy részről, mint egy vektor a tekintetben, hogy emiatt lehet magasabb a száma papok körében, de szerintem látványosabb is. Tehát, hogyha valahol ötszörös figyelmet kap, hogyha történik bűncselekmény, ugye általánosságban, akkor az pont a, a szentként tisztelt tiszteleteseknél, akkor mondjuk így. Amúgy közben hát, náluk pedofilia azért magyar szavakra egész sok mindent találtam, tehát a Deutsche Welle-nek is amúgy van egy két és fél perces videója, meg amúgy van egy-kettő, amit akár... Tehát a euronews nak is van a pedofíliával, de van az axiómának is útópedofilia elfogad, elfogadtatása felé videó, szóval azért le, le, lehet találni. Ön, csak... Figyelj, ezeket nyugodtan, te, vagy akár nekem is küld mert nem találtam meg mindent azok közül, amiket most mondtál. Hát ez hogy szóval... jellemző, hogy jól kell tudni keresni, vagy nem azt mondom, hogy én nagyon jól keresek, de néha az algoritmusoknak a fejével is tudni kell gondolkozni, nem egyszerű sokszor. de le, Lehet, hogy ebben én nem vagyok jó, szóval én megköszönöm neked, hogy elküldesz még tartalmat. És kérjük a hallgatóságot is, hogy bárkinek van valami idekötődő jó kutatás, stb. az, ez egy Link, nem egy, cikk, ö, ami nem hivatalos egy és jó. Téte lesz, tehát itt nincsenek azért lezáródva a dolgok, hogy mi miért van. Én nagyon szívesen veszek bármi információt. A, folyamatok megértése a lényeg, szóval bármi, Meg emberek, ami, vagy maradjunk emberek. Ebben, már bármi, ami abban az irányba visz minket, hogy megértsük a folyamatot, diagnosztizáljuk a folyamatokat, mindennek a megoldása úgy ott kezdődik, hogy diagnosztizálni kell. Gondoljunk csak, ha már azt a szót mondom, én mindig ezt, a példával szoktam élni, hogy amikor Robert Koch felfedezte, hogy hát vannak ilyen kis izék, ilyen kis pici lények is, hát ez valahogy, valahogy, akkor vannak ott, amikor valaki beteg. Hogy ez, és akközött, hogy nem tudom én milyen szinten van most az egészségügy, a között eltelt 120 év, és előtte meg ilyen évezredekig konkrétan semmi. Tehát a diagnózis, és a megoldás között már nagyon-nagyon rövid -nagyon az út, ahhoz képest, ami az egész. Szóval kedves nézők, hallgatóink, amit Dani is mondott, hogyha van bármilyen videó, film, cikk, kutatás, amit ezzel kapcsolatosan, mert ennek az adásnak, ahogy ennek a, a résznek, a Shut Up and Dance-nek, ez a fő vonala, hogy egy pedofil, hajlamú, fiatal ember, milyen, milyen purgatóriumon megy keresztül, és milyen bűnhődés. Mondjuk a bűnhődés azt már mi tudjuk vizionálni. A sőt, már látjuk, hogy tönkre megy az élet, sőt, volt meg is fog halni. Ez nem kell nagy fantázia, Tegy hogy nem a, nem a, aki kell. kinyílt valakit, ki volt egy bankot, és a rendőrség világ mögötte, hogy onnan túl sok jó nem következik. Nem, nem, nem. De érdemes ilyen részt is, ilyen filmet is nézni, sőt, én mondhatom ezt film, tehát nem egy sorozat, ez bizonyít, egy kerek történet, tehát egy antológia, antológia sorozaton belül egy különálló történet. Ez a rész most ennyi volt, mi most akkor búcsúzunk, de érkezünk majd még akkor Danival egy másik kibeszélővel. Black Mirrorban is, meg szerintem majd még egy-kettő filmben a, a, az időről időrével is, majd még már téged is, azért még elcsábítani, hogy gyere be és nézzük meg, és beszéljük ki azt a részt. Kedves nézzünk, hallgatunk, ha hasznos volt, érdekes volt az osszátok meg ismerőseitekkel. Ha van véleményetek, vagy a cikk, videó, bármilyet hát a komment szekcióba, a like az nekünk is egy jó visszajelzés, és az algoritmus is szereti, és találkozunk legközelebb is. Tali, köszönjük, itt voltál, gyere máskor is. Én is köszönöm, és mindenkinek köszönöm, hogy hallgatatok minket. Sziasztok! Sziasztok!